mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hey, let's get it now. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Szevasztok, jó reggelt! Egyre romantikusabb a kezdés, most már te is ideértél, jól van. Hello, Bello, százas te dobod. Ezt mondtam, hogy én csak futok, Jani dob. Igen, eszembe jutott közben, nagyon hogy... Nagyon jó vagy. Nagyon jó, nekem csak futok. Sajnos ez csak rám vonatkozik. Végre nem én dobok, gyerekek. Hogy így kell kezdődjön. 6 óra után vagyunk 9 perccel egyébként, és hétfő van, jó reggelt mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Sziasztok, jó reggelt! Te tartottad földileg? Dumáltuk, illetve én csak beszélgetésben csatlakoztam, álltam álmosan és hallgattam Annát, meg Janit, nem tudtam nagyon beleszólni. Éppen belemerültem a szakásos hétfői összevágom a kis aszalt és kandírozott gyümölcsömet a Zabomhoz programomba, és hát sajnos... Meg kell szokni, hogy ilyen rövid szignál van, mert hogy az ember még rá van állva a hosszúra, amit már ugye nem használunk, és az a föld csendül bent, és akkor még beér simán, hallod. És ez ad egy ilyen megnyugvás, hogy még nem szól, mert aztán 40 másodperc volt az éneklős, vagy fél perc. De ez egy perc, vagy ez 10 másodperc alatt vége van. Hatra tegyük be az éneklőset, azt javaslom. Nem, jó, nem, még nem, akkor nem. Is, ha már nem szeretjük. De egy ősznépi tiltakozzunk a 3-3,5 perces kereskedelmi rádió kompatibilis popszámok ellen mozgalmat fogok indítani. Érted? Hol vannak már azok a szép idők? Ja, az hol vannak már? Csak baladák. Mondom, hát bizonyám, csak mondom, hogy a most következő soron következő Iron Maiden album például van 15 perces szám is. Érted? Ilyen a rock, ilyen a metal. Azt kéne ide is. Aha, tudnánk, akkor beérnénk. Akkor beérnénk. Akkor lehet, hogy jobb lenne. Akkor igen. Na, hát hétfő van, elindul egy újabb hét. Milyen volt a Totó koncert? Hát ez zseniális volt, gyerekek. Hát az... Eljutottál? Eljutottam, igen. Na, pénteken is forgattam, vasárnap is forgattam, ma is, holnap is, holnap után is forgatok, tehát elég sűrű a dolog, de eljutottam a pénteki Totó koncertre, hát gyerekek, azt a pecsát az úgy, hogy van, föl kéne már robbantani, tehát ledobni egy jó nagy valamit, amikor nincs ott senki, és akkor szépen... Hát nyitott kapukat döngetsz, mert bontani fogják, hát, ugye? Hát, én nem tudom, szóval, hogy leadt kalappal a zenészek előtt, akik még ezt bevállalták, hogy ott bulit tartsanak. Nem is azért, mert hogy nem fértünk el, mert egy Totó koncerten nincsenek többen, mint a 2-3 ezer embernél, de azt a retrót, azt a lepukkantságot, azt a pusztulatot, ami ott van, mert az szép az a Liget. Én nagyon ritkán járok a Ligetbe, és mindig megállapítom, hogy kicsit ilyen New York Central Parkja. Tök jó. Igen, város kutyások, közepén van, ugye gyerekek, úgy szép, bringes. Az egész Liget nagyon jó egyébként. Én nem értettem a 8 órai kezdést, mert világosban koncerten lennie, nem tudom, de hát öregek már, papperok már ilyen 5-5 körül. Nem bírnak el. Amikor besötétedett, akkor kezdett igazán jó hangulata lenni, és 9 óra 58-kor csendrendeletek megfelelően 10 óra 5-2 perccel leoltották a lámpát, de nagy zenélés. A jótékony sötétség hozzájárult a látványhoz, igen, az elviselhető látványhoz. Hát most képzeld el azokat a zenészeket, akik a világ legmenőbb helyen játszanak. Azért de a Totó a világon a legjobb helyeken, persze. Tényleg mindenütt menő zenekar, a legfényesebb helyeken, igen, megérkeznek Magyarországra. És így nem értik. De Lukater, biztos jó. ez már az? Tehát ez, na, már a koncert helyszín? De voltak már itt 10 éve, tudták, hogy hova jönnek, mert pont 10 éve ugyanezen a Totó koncerten voltam, ugyanott a pecsában. Nosztalgiázhatnak meg, hát őket is biztos megérinti a retro hullám, ők is szeretik ezért dolgokat. Egyiket pont Balázs mondta múlt héten, hogy a Hungry and Got Talent forgatási helyszínét megdicsérte a licenc tulajdonos képviselője, mert azt mondta, hogy micsoda helyszín, micsoda csodálatos, hogy kitalálták. Azt hitt, hogy felépítettünk egy ilyen színházat. Milyen lepuka, micsoda kosz, micsoda kulissza, kérem szépen, mi ez a magyar stáb, ezért felhúzott egy ilyen álszínházat. Egy filmstúdióban forgatják ezt, és eljátszották, hogy itt ilyen állapotok vannak. Műkosz, díszlet kosz. Hogy a versenyzők ne érezzék azt, hogy egyből a csillogásba mennek. Le a kalappal a magyarok. Nem, ez igazi. Hallod? Színészek játszanak hozzá, nem is kicsik egyébként. És az valóban az öltözőjük, és amit ott látsz, az valóban egy 3 héttel ezelőtt bepókhárosodott egér. Bizony. Ami az öltöző
van, nem tudom, a dívány mellett. Lásd hullámosult. Be van még állványozva, mögötte van az igaz, nem ez az. Ja. Igen, tehát vannak meg dolgok. De nagyszerű muzsikálás volt, rengeteg arccal az ember összefut, egy csomóan voltunk, úgyhogy jó volt, odaértem. Időben brutális. Játszották a régi dalokat is, vagy csak? Nagyon úgy? Régi dalokat játszottak, egészen fura műsorra jöttek, új albumuk van, arról nyomtak egy-két nótát, és ilyen 77-es, 78-as, 81-es, de ilyen jó. Brutál régi dalokat nyomtak, egy-két nagy klasszikus természetesen, ami mindig, de nem azzal a programmal jöttek, amit én vártam, úgyhogy nem játszottak olyan nagy dalokat, inkább régieket. És itt a Sanotorni, de a Rozánát is. Nem, én kocsival mentem, mert a forgatásra rohantam, tehát sajnos még egy laza fröccsöt tudtam inni. De jó volt, középen álltunk, bementünk, úgyhogy jó volt. Ajánlom. Rengeteg zenéjét, Szolnoki Peti, Bombot, mindenki, tényleg nagyon sokan voltak. Igen, a közösség legnagyobb részét azt teszik ki ilyenkor, Totó koncerten a legnagyobb zenészek vannak, igen. Oda néz, de profik. Hát nagyon, és úgy szólnak, hogy az elképesztő. Úgyhogy jó volt. Jó volt? Jó volt, igen. És a szombat? Ordina Tibor megsegítésére szervezett kis... A szombat is jó volt, összejött 2-3 millió forint. Az igen. De jó. SMS-ben csak már este volt, nagyon komoly összeg. Néztem egyébként, hogy egy nagyon komoly, elég nagyszabású rendezvény volt, és hát ugye Balázs is felsorolt egy pár nagyon klassz egykori sportolót, de rajtuk kívül is azért még voltak ott sokan. Koko, Madár, az erdei. Így van. Úgy van. Találkoztam is velük. És az erdét ki lehetett hívni boxolni, mert azt azért nem vállalnám. És még fizetsz is érte. Igen, kihívod a teniszezőinket, Balázs. Következő. És csak együttés van. Tiszkó kezdődött a rendezvény, én mondtam, hogy később tudok menni, én 11-re megérkeztem, én 3-ig folyamatosan játszottam. Én lesértem a pályáról. A tenisz szekcióba jött össze a legtöbb pénz, 300 000 forint, de ingyen volt a kaja, mármint hogy nekünk fizetni kellett érte, akik még üdítőt vettek, de az üdítősök, a kajások is felajánlották a pénzt. Aha, a Timinek volt lovaglás, boxolás, rajtolás, távolugrás. Happy Gang koncertet megvártad? Nem, eljöttem már Happy Gang koncertet. De hogy? Négykor volt már Happy Gang koncert, és azt már nem bírtuk itt családilag megvárni, 3-3 körül eljöttünk, de az is biztos jó volt. Atléták, sportolók, nagyon jó hangulatuk is, rendezvény, jó idő volt, rengeteg gyerek volt, úgyhogy. Úgyhogy jó volt. De kíméletlenül megverti mindenkit, aki kihívott. Nem, mindenkitől kikaptam. Mindenkitől kikaptam, és egy nagy darab srác hívott ki utoljára, és tiebreaket játszottunk, és aztán 10-8-ra megvert, és nem vertem, és játszottam versenyzőkkel is, hát ők nyilván mondjuk nagyon jól játszanak, ilyen 16-17 éves versenyzők is játszottak, ők nagyon ügyesek, és volt egy nagy darab fiú, aki mondta, hogy tiebreak. És jó, persze kikaptam, 10-8-ra, és mire mentem ki, már hallottam, hogy figyelj, hogy elvertem. Oda szóltam, hogy gratulálok. Kolléga, már ment, de úgy elvertem, a kis ez mondja, nem, de teljesen tudatosan nem volt nyerő. Meg picik voltak leginkább, tehát, hogy 10 évesek, 15 évesek, 13 évesek, még más a labda, más az ütő, amivel játszanak, úgyhogy ezért is mondta, hogy azt a hasonlatot pénteken, hogy egy kicsit tényleg olyan, mint egy sportág választó, mert azért ezek az emberek, ezek a kiváló egykor és jelenlegi sportemberek, akik ott voltak, azért kedvet is tudnak csinálni. Amellett, hogy ugye jótékonyságról is volt szó, amellett azért kedvet is tudnak csinálni ezekhez a sportokhoz. Meg nagyon megható volt tényleg, hogy a sporttársadalom így együtt elindult, és tényleg mindenki ott volt, teniszezők, atléták, úgyhogy jó hangulatuk is rendezvény volt. Szerettem. Aztán vasárnap bevetettem magam a színházba, Istenem, gyerekek, hát ráment a vasárnapom, a mai napom, a holnapom, a szerdám. És utána kezdődik a másik forgatás. Utána vasárnaptól még folytatódik a talent. Ezt még mindig csinálják? Ezt akartam már kérdezni, hogy akkor most mi van a Dombival, hogy vagytok? Mert azt már tudja az ország, és tőlem már kérdezték, hogy milyen lesz a páros. Te mondom, jól el vagyunk. Annyit tudok, mint te. Fogalmam nincs. Jól el vagyunk, tegnap voltak twerkes csajok, a twerk a segrázást jelent, én ezt nem tudtam, twerkes csajok, igen. Bocsát, ez a produkció, hogy fölmennek és rázzák a seget ráznak, igen. Hát ott tudod, ilyen, hogy hívják a hip-hop klipekben, a hajakban szoktad látni ezeket a lányokat, akik háttalálnak neked. És nagyon rázzák. És nagyon tudnak. De ahhoz kell a test is, nem? Ezt fejde leginkább fené. És mondtuk a Dominak, hogy feküdjön már le, és csináljon már, hogy mindenki rosszul lett. Majd én újraéleztem, hogy ő nem sokszor lát meztelenül, talán utoljára a szülőszobán látott ilyet. És de amikor megszületett, mondtam is neki, hogy amikább utána 78-ban láttál ilyet, mi? És lefeküdt, és szájból lélegeztette, ez volt a geng. Ami nem lett volna baj, de szájon csokkoltam konkrétan.
És a hülye feküdtény mozdulat. Én meg eljátszottam, hogy kikészült a nőktől, és hát ugye az volt a gag, hogy akkor csináljam is meg, csak véletlen túlhajoltam, és véletlenül összeért a szánk, úgyhogy egy más dimenzióba léptünk. Ő elment fogatmosni, én gyorsan kértem egy hideg vizet, és még egy óra múlva is egymásnak háttaláltunk, hogy na jó, ezt nem, talán ezt nem kéne. Új dimenzió nyílt meg elő, gyerek, ha ide szép. Picit rá köszönhetél Dombi különleges étrendjére. Egy szalámis szendó után. Úgyhogy, de jó szorakozunk, hát sok az őrült, persze nyilván, de hát reméljük azért jók is lesznek már egyelőre, még azért inkább a... Még várunk. inkább az autisok vannak, de vannak jó produkciók is, tehát vannak már azért kifejezetten ügyesek. Hát a szokásos tudod, tehát na, éneklős kevesebb van, hál' Isten, viszont mindenki más az van. Hát én örülök, én már unom az éneklős produkciókat. Hát, éneklés azért van egy pár olyan tehetségkutató, ahol el lehet, mert volt, már igen, több is, mint amennyi kellene. Mondtam is, hogy bejön és valaki hallelujját énekel, akkor ott döntöm le magam benzinnel, és gyújtom magamra az egész színházat, és őt is, de nem, hál' Isten, ez most nem arra megy. Micsoda látvány ellen, micsoda pirotechnika. Nézzék, hogy ég a műsorvezető, igen. Úgyhogy van mulat, csak fárasztó a dolog, mert reggeltől este, tehát a fél kenckor jöttem el, úgyhogy fárasztó. De hát ez van. Nektek hétvége? A hétvége még hagyján, ma reggel átéltem azt az autópályán, amiről nagyon sokszor beszélgettünk, és hogy mindig elgondolkozol, hogy milyen lehet, amikor szembe jönnek veled. Na ne. És? Képzeljétek el, ma reggel M1-M7, ahogy összeér Budaörs előtt, ráadásul én az M7-esen jövök Velencéről, ráadásul van egy nagyon erős kanyar is, ugye jobbra, ahogy jössz be, mielőtt összeér a pálya, és a kanyarban állt egy csávó, azt hiszem német rendszámú. A bent a jobb kanyarban? Igen. Az utolsó nagyobb kanyarban? Az utolsó, mielőtt összeér a két pálya. Az a felüljáró alatt. A felüljáró alatt szinte, hát nyilván belátható, azért annyira nem veszélyes, meg százzal lehet csak menni, és ott állt bent a nekem a baloldali külső íven. Tehát a belső sávban. Na de oda hogy kerül oda? Ő az M1-esről jött és befordult? És szembe? Szembe állt. Ezt mondom, hogy szembe állt a csávó, illetve már elkezdett indexelni, hogy ő majd ott megfordul a kanyar kellős közepén. Képzeld el, hogy én soha nem volt még ilyen, azért kezdtem el mondani, hogy pont amiről már annyit beszéltünk, hogy milyen, mikor szembe jönnek veled, így nem hittem el. Jövök, nyilván félig alszol, még senki nincs az autópályán, jössz, megszokott rutinból veszed be az ívet, ez egy ilyen jobbos íve, hogy összeér, és ott áll a csávó fényszóróval veled szemben. De ott ráadásul hogy tudod rákeveredni, mert ott akkor az egyes is egy irányba megy. Tehát amiről ő jött volna, az egyes. Igen, az M1-en jött szerintem is. És úgy visszafordult a hetes szembe forgalommal. Úristen, magyar-német? Az a német rendszám volt, annyira nem a rendszámra koncentrálsz ilyenkor, hanem hogy úristen, mit csinálsz, aztán lehúzottam és elmentem mellette, mert már pont fordult de meg. Ez nagyon csekély értelműnek kell lenni, hogy nagyon azért egy kötelező haradás irányos autópályára az M1-ről te visszaforduljál a szembeforgalomba a hetesre. Igen. És ráadásul nincs is kanyar. Nincs. Tehát ott már párhuzamosan megy szinte a két autópálya, tehát neked 180 fokba vissza kellett jönni. Tehát nem egy felhajtót nézett el, hanem teljesen lehetetlenül visszafordul. Teljesen lehetetlenül, és ott állt a csávó, és már indexelt, hogy a nekem a baloldali sávból egy ilyen nagy ívbe vissza tudjon fordulni, tehát szerencsére észrevette a hapsi, hogy rossz felé megy, de annyira döbbenetes volt a dolog. A kanyarban a felüljáról alatt elkezdeni forogni, azért az elég meleg. Az nagyon, mit csinálsz? Én nem százzal megyek, tehát ott azért tudsz menni. Már ott fokozzák ugye vissza a sebességet, de ott aztán talán még elbírja a 130-at. Utána vannak a 100-as táblák. Igen. Az nagyon kemény. Elméletileg a kanyar előtt már van ott a 100-as korlátozó, meg van egy ilyen beépített, nem trafik, csak villanó, tudom. Így van, tehát mutatja, hogy te mennyivel mész, az is arra való, hogy ugye visszaved a sebességet, de ott te még egyébként simán tudsz 130-al menni. Már nem mi, hanem nekem is csak mesélték, de százal is olyan élmény volt, hogy ott állt az ember, mondom, az anyádat csinálsz, hogy már bocsánat. Meg nem kell ott neked százal menni. Igen, tök minden. Ha 50-nel mész bele, akkor is csókolom. Ja, hát akkor az frontális 50, az ő is jön valamivel. Úgyhogy nagyon döbbenetes volt a egy kicsit. Milyen autó? Valami, azt hiszem, valami nagy Audi, egy ilyen fekete, vagy valami, nem tudom, nagy fekete. És akkor előztél balra, jobbra, gyorsan? Én gyorsan kimentem jobb sávba, a lassabb sávba, meg még le is húzottam a leálló sávba, és akkor ki tudtam kerülni, ő meg már szerencsére fordult vissza, úgyhogy elméletileg megúszta mindenki. De nagyon komoly flash volt, hogy így, mi van? Én nem tudom, ezek hogy szerzik a jogsíjukat, mert még a felhajtót is vannak behajtani tilos táblák egy felhajtón. Ugye ha rossz irányba hajtasz fel, legalább 3 vagy 4 behajtani tilos táblát látsz az autópálya felhajtón. De ilyen M1-ről visszakanyarodva az M7-re, mi volt a terv? Ott mi volt a terv? Igen, mire gondolt? Mi volt a cél? Igen.
Tehát, hogy mégsem hazamegyek, hanem nem tudom, a tengerpartra, a horvátokhoz. Ezek után már csak így rutinból tolja le reggel a kávét az ember, mert felébredtél. Azonnal. Mondtam is. Amit a fölpofoznának. Hogy jön valami szembe, az olyan adrenalin bomba, hogy ott felpofoznak azonnal. Igen. Jön a kánikula, azt olvasom. Jön az igazi nyár. Úgy néz ki, hogy lesz nyár idén? Pontosan. Nagyon jó. Azt mondták, hogy akár 33-35 fok is lehet már a hétvégén, felhő, eső, gyakorlatilag semmi. Szerdától kezdve indul meg. Na. Fajta kis felmelegedés, úgyhogy jól fogjuk érezni magunkat. Főleg azért nagyon fontos, mert ugye mi pénteken Győrben leszünk egy kitelepülésen, erről a részleteket meg fogjátok tudni még a héten, de már előre szólunk a kedves győrieknek, hogy találkozhatnak velünk egy kis röpke, kis kitelepülés formájában. Viszonylag régen voltunk már Győrben, azelőtt többször, és mindig nagyon jól sikerült. Igen, majd a kitelepülés részleteiről mondunk dolgokat, mert nagyon nagy dolgokkal készültünk, és nagyon, ez most tényleg jó lesz, tele vagyunk nyereményekkel, és mondjuk, hogy hol leszünk pontosan, és mondjuk, hogy miket lehet nyerni. Megdöbbentő mennyiségű ajándékkal, meg mindenféle játékkal készülünk. Meg érték. Amelyek során lehet nem majd csak nyerni. Sok lesz, hanem hogy nagy is. Igen, hát ennyi ajándékunk egy napi kitelepülésen belül, nem is tudom, hogy volt. Szerintem nem volt. Nem volt. Tehát a pénteki egy különleges lesz, a győriek előnyben nyilván, mert hogy tényleg Győrbe megyünk, úgyhogy ez egy jó kis kitelepülés lesz. Akkor kánikula már az. A győri kitelepülésen, nem? Így van, úgyhogy bent leszünk. Ja. Hát a benti helyszín lesz. Jó, egyébként meg téged elő szeretnélek venni azért, mert szombati kánikula lesz, aztán meg majd vasárnap lesz, csak rossz idő. Na, mi volt? Mi volt szombaton? Ki volt kint szombaton? Semmi. Esett az eső, borús ég, viharos szél. Nem volt túl jó idő. Nem, pedig ugye azt ígértem mindenki, hogy szombat jó lesz, vasárnap jön az eső. Hát ehhez képest. Hát a viharos szél talán kicsit túlzás, vagy nálatok az volt? Nálunk két hete fúj a szél. Dunakeszin brutál jó idő volt. Süti nem sütött a nap, de azért viharos szél nem volt. Hát biztos a hívő szörfösök, tudod. Igen, kérték. Sok vasárnapi misét. Csak lesz egy hetünk most, akkor most ami jó, nem? Sőt, lehet, hogy több is lesz. Lehet, hogy több is? Igen. Jó, akkor kezdhetünk locsolni. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, azok, akik korán kelnek, és dobtak már nekünk SMS-t. A múltkor az M3-as bevezetőn hajnalban a BVSC-nél jött velem szemben írta egy hallgató, aki nem írta alá. Soproni, határátkelőnél közúti ellenőrzés van, hatalmas a sor, ezt Osu küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Ederényben van egy trafi, Amper Peti üzente ezt már kora reggel. Köszönjük szépen. Voltatok ötkor a szökőkútnál, kérdezi Zoli. Mi lett? Volt valaki? Ott volt? Hát, találkoztak? Nem találkoztak? Tudunk-e frisset? Szerintem az ország szökőkútjai most el voltak látva nézőközönséggel. Ott minden szökőkútnál valaki randizott ötkor? Igen, mert minden kiderült, de én, lehet, hogy ti már tudjátok, de én például nem tudom, hogy melyik városban volna ez a szökőkút. Azt én sem. Ahogy Zsanettet várta a István, aki a bandéknak írta 20 év. Én már annyi mindent hallottam, hogy már elvesztettem a valódi helyszínt. Tehát nem tudom, hogy ez most hol volt igazából. Azt gondolom, hogy ők nem találkoztak. Tehát, hogy... Hát mert Zsanett mondta is, hogy ő nem lesz ott, illetve ott lesz a falu, mert falunap van, tehát ott lesz a falunapon, de a barátjával megy, és nem a szökőkúthoz megy, hanem a szökőkút mellé, mert ott van a színpad, és azt fogja nézni, tehát jelezte, hogy ő neki erre nincs igénye. Ebben egyébként egy egészen olyan újszerű kérdés fogalmazott meg, hogy ha majd lenyomja a Pista videója a Majkának a belehalokját, akkor majd a YouTube kinek fog utalni? Annak, aki feltette a videót, vagy annak, aki a videót készítette? Ilyenkor kinek jár? Aki felteszi, nem? Igen? Igen. Hát, szegény Pista. Vehetne egy már ilyen jó halad? Egy víztiszta, 1 millió fölött van. 1 millió fölött van? Akkor most már fizetnek. Az, ugye 1 millió fölött van. Pedig azért egy új víztisztítót is vehetett volna a Tecsós medencéhez. Nem tudjuk, hogy milyen. Ahhoz lehet, hogy arra már nem kell költeni. Úgyhogy bőven 1 millió fölött van már a nézettség. Az komoly. Király volt a Ferrari nap, köszi még egyszer egyeket, kaptuk egy hallgatótól. Tényleg, egyébként kértük is a kedves hallgatónkat, aki a VIP jegyet nyerte, hogy majd jelezzen vissza mondjuk egy SMS formájában, vagy hívjon minket, vagy ilyesmi, és sikerült-e találkozni a Fettellel, illetve sikerült-e megfogni a seggét, mert Balázs azt mondta, hogy erre is esetleg lehetőség lesz. Ha már egy közös fotó van, hát akkor ott már a fenekét is meg lehet. Csak lecsúszik a kezed. Hát most miért mit tud csinálni a Fettel, amikor elfordul mondjuk a kávéautomatától 2 kávéval? Hopp, csak nem dobja el. Nagyon-nagyon semmit egyébként, igen. Azt mondja, hogy marha jó reggel, arra ébredni, hogy a permetező repcsi majdnem berepül a hálószobába. Jó reggelt. Támad a Colorado bogár.
Igen. Hétvégén Sarkadkeresztúron falunap van. Szala, köszi, hogy elküldted nekünk. Köszönjük. Szökőkutatok, van Szala. Igen. Sarkat keresztúron, akkor megyünk. Igen. Jó reggelt, kedves Eri, Oktávia volt, előttem fordult meg, azonnal hívtam a 911-et, és bejelentést tettem. Kezem, lábam, Reggemeyer, remeget, szép napot. Na, akkor együtt mentünk, Tünci. Akkor Oktávia, hát én mondom, én annyira nem volt időm nézelődni, tehát örülsz, hogy elmész mellette. Hol tetted ki Tüncit? Tüncit? Hát ahol kérte a Tesco-nál bevásárolni. És Tünci a 911-et hívta? Aha. Az is jó. Segít az, vagy az nem ott fölveszi valaki? 911. Azt kell? Nem a 112 vagy a 911? Az 911 az amerikai. Amcsi. Aha. Az Amcsi, igen. Hát te lehet, hogy ő annan gondolta a segítséget. Igen, azt mondja, hogy SMS tiltó listán vagyok, kérdezi egy hallgató. Ezek szerint nem. Ezek szerint nem, 06-ra végződik a számod, nem vagy, látjuk az SMS-edet, úgyhogy nem vagy. Ha olyat is leszel, de most még nem, nem, nem vagy. Igen, azt mondja, hogy tegnap Balcsira menet az összes mazsit utolértő, 90 a max és 50-60-nal közlekednek, felhívom az alkalmatlanok figyelmét, hogy a forgalom akadályozása és büntivel jár. Zsófi, köszi, hogy elküldted. Mi lett a múlt hét játék eredménye? Hát, ne haragudjatok, bocsi, de behúztuk azt. Behúztuk? Is. Igen, elengedtük a hétfőt, keddet, volt egy ilyen kis beetetés, a hallgatók felé kettőt elvittek, és utána jött a romboló is. 3-2. 3-2-re fordítottunk. Behúztuk végül. Bebizony. Na jó. Ákos elmondja a híreket, jó? Mi pedig jövünk a játékkal, szokásos mederben, ha valaki játszana, nyugodtan írjon nekünk SMS, jó, lehet arcoskodni is bátran. Indítsuk el ezt a kis hétfőt. Igen, mindent elmondtam. Jön Ákos, aztán jövünk mi is Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, 3 perccel jó reggelt mindenkinek, egy jó kis AC/DC. Jó ez, sose lesz szabad. Jó ez, egyébként tényleg, az összes AC/DC. AC/DC hasonló. Tudj, zenék helyett sokszor egyébként. Ja, hogyha egy AC/DC-t hallottál, az összes, igen, azt féltem. Ezt akarod mondani. Igen, hogy a Jolly Joker. Van különbség a dalok között, de tehát a dobosnak nincs sok dolga. Tehát az rá a koncertele. Hát most, hogy börtönbe van lassan. És üti végig egyébként, de jó, vitathatatlanul jó zene ez, igen. Na, Baks csomópont, hegyalja út kifelé már teljesen áll. Ezt kaptuk SMS-ben, padra kúton mérik az Ajka felől érkezőket. Aztán az M5-ös Budapest irányába Szeged felé, a Lajos Mizsei után a belső szalakorlát mellett szétszórt műanyag kádak bandita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez jött. És azt van valami a vonattal is, az, hogy nyugati lezárás már megoldott, a Szobró Budapest felé 6:28-as, csak a csomagtartón nem állnak. Ha leszállunk a BK-ba, ugyan az, mert sűrűbb járat nincs, de legalább kilométereket gyalogolhatok, és ezért még fizetek is. Hát szerintetek ki a hülye? Szép hetet, utazók! Ja, hogy Szob-Budapest az vonatpotló? Hát egy vonat megy, és igen, aztán potló? Most erre érdemes oda, hogy 600 BKV-re. Ha valaki esetleg nem tudná, Feri feldobta a múlt héten, de ha valaki esetleg nem tudná, és a közéjében mondjuk használ-e mondjuk a nyugati pályaudvart, az figyeljen oda, hogy hol száll föl, mert most nyugati pályaudvar átalakítás miatt némiképp be van zárva. Igen. Ma megcsinálják, szép lesz? Meg. A déli záról, meg a nyugati is, az összes pályázat. Nem, a déli az nyitva. Déli már kinyitott? Hát részlegesen. Igen, részlegesen kinyitott, csak a nyugati az júli 4, azt hiszem még a héten, vagy a héten van zárva, és jövő héttől már megy megint. De addig például, ha jössz be, akkor nem tudsz odáig bejönni, hanem leszállsz hamarabb valahol. Na. És na jó, onnantól van a buszozás. Na nézzük meg, akkor kivel kezdjük a hetet. Mári, itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello! Ciao, Zoli, hello, Zoli! Sziasztok! Honnan Zoli vagyok, minket? Komáromból telefonálok, én tudom vagyok. Jó, nemrég nem voltam nálatok. Meséltem is róla adásban, hatalmas sikerrel. Én ágyák azokat a sztorikat, a kedves hallgatók, amik a monostori erődről és környékéről szólnak. Igen, voltatok kitelepülésen 2 éve talán, Komáromban. Olyan jó kis étteremben voltunk, Jani elvitt minket valóban. És hol? Egy jó kis török étterem, mert nem mond be a nevét. Igen, nem mondom, ott tudom, hol van a körforgalomnál. Hú, de jót tettünk.
Most is voltam, most nagyon udvariasok, nagyon helyesek. Nagyon hát az igazság, hogy én egyébként komárnói származású vagyok, csak most már Komáromban élünk. Uh-huh. Tehát én a szlovák oldalról származom. A kitelepülésünk alkalmával ott is voltam. Igen? Persze. Hát nem hallottam, persze, a Öregvárban talán azt mondtad. Igen, a Nádorvonalat megnéztem. Igen. És az Öregvárat is sajnos be van zárva, hogyha valaki esetleg szeretné látni a hallgatók közül, tudom, hogy hatalmas tömegekről van szó, az Öregvárat a szlovák oldalon, az mindenképpen nézze meg, mert ott csak idegenvezetéssel egy bizonyos létszám fölött lehet körbe sétálni. Pedig az nagyon fontos egyébként, mert ugye az Öregvár volt az a része, amit ugye Klapka tartott annak idején, gyakorlatilag az utolsó bástyája volt az 1848-es, 49-es szabadságharc. Na látod? Milyen jó az a hétfő? Tudtad ezt? Nem. Komárnóban a főteret az Klapka térnek is nevezik, tehát ott a Klapka szobor, illetve a tér is erről van elnevezve. Ez klassz. Igen. Zoli, nagyon jó. Tényleg abszolút jó. Csak hogy haladjunk is, mert hogy közben a rohadt életben rohad az idő. Morának vége. Igen. Kivel szeretné játszani, Zolikám? Balázs, veled szeretnék játszani. Igen? Ha lehet, igen. Bárkit választhatsz, akit szeretnél, ez mindig a játékosokon múlik. Nem rajtunk, bárkivel játszhatsz. Jó, oké, Zoli, kezdjük akkor el, essünk egymásnak. Új hét, teljes hét, meglátjuk, mire megyünk, jó? Jó, rendben, oké. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, Zoli. Figyelj. Ja. Kérdezhetek? Szeretnél? Hát akkor kérdezzél. Szeretnék. Balázs, kint voltál szombaton? Dunakeszin? Voltam Dunakeszin, így van. Voltam, és nagyon jó volt, és sok pénzt tudtunk összegyűjteni. Több mint 2 millió forint jött össze. Szerettünk volna mi is elmenni, de... Tényleg? De máshogy alakult. Na, hogyha? Tudtam volna veled teniszezni? Tudtál volna. Persze, tudtál volna. Nagyon sok mindenkivel játszottam. Jótékonysági akció volt, ugye? Jótékonysági, így van. Jótékonysági, egy volt sportolónak gyűjtöttünk, és összegyűjtöttünk több mint 2 millió forint. Olvastam róla az interneten. Teniszezel egyébként? Teniszezem. Nézni szoktam. Fogod nézni a Wimbledon? Hogyne, kinek drukkolsz? Én a Berdiknek drukkolok. Berdiknek? Miért? Mert Csehországban tanultam. Szlovákiai származású vagyok, és szeretem. Aha. Jó játékos a Berdi? Szerintem jó játékos, kicsit hiányzik a szerencse talán, de jó játékos szerintem. Te kinek drukkolsz, Rozsernek? Hát, ja, teljesen egyértelmű, persze. Megvan az ajándékcsomag viszont, mert te is jó játékos vagy. Bejárt az idő. Így van, még több is, mint egy perc. Egy perc, így van. Ügyesen játszottál. De ez egy nagyon jó, abszolút nem egy alibiszagú játék volt, mind a ketten. Nagyon keményen beláltatok. Semmivel nem lehetett beugrasztani. Semmi. Se a hétvégével, se a tenisszel. Hát hihetetlen, nagyon gyorsan elment az idő. Jó volt ez, Zoli. Jó játékos volt. Szerinted Balázs, így van is esélye Rozsernek megnyerni a Wimbledon? Nem tudom a sorsolását, az a baj, nem láttam a sorsolást. Megvan már a sorsolás. Igen, na ezt mondom, hogy nem láttam. Hogy alsó ágon lehetne egy döntőbe Federer Berdik, aztán elődöntőbe Federer Murray, azt hiszem. Hát figyelj, ez nem tűnik annyira veszettnek egyébként. Tehát szerintem a Berdik fűben verhető, a Murray elég jó. Fene se tudja, nem tudom. Az a baj, hogy 3 szetteket játszanak, és 7-3 szetteset a Roger, már nem tudom, hogy bír. A Berdiket megveri, még ott a Murray is megveri, ott van Gyokó a végén. Nem akarsz maradni a hírek utáni első megszólalásnak, amíg a Ferivel tudunk menni. Szeretem volna már erről beszélni, hát örülök, hogy itt legalább 1-2 perc. Balázsnak minden pillanat kincs, amikor egy olyan emberrel találkozhat a műsorban, így beszó átvitt értelmével. Egyébként, aki szereti a teniszt, az erről órákat tud beszélni. Szereti, így van, és még a Gyokova-Briga ágról nem is nagyon beszéltünk, hogy ott igen, a másik ágról. Mi van? Én szerintem, még Nadal nem füvön, de hogy van, ő is magához fog térni majd, úgyhogy jó lesz ez. Annyi, hogy a Federernek ott vannak a sorsolásban ilyen szok, meg ilyen nagy ütők, úgyhogy az azért még érdekes. A várak és a tenisz után jön a csülök. Igen, de milyen érdekes, hogy a magyar történelmi legendás pillanatairól beszélünk, akkor rohannunk kell. És azt hallottad, hogy Vavrinka azt nyilatkozta. Na, akkor még néhány szó az Igmándi erődről is. Jó. Zoli, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm nektek. Ciao, köszi el. Szia. Hello. Egyébként igaza van, gyerekek, már elindul Wimbledon, úgyhogy... Azt a neki. A betyárját. Mondjad, ha van valami izgalmas meccs, aminek nem tudod a végeredményét, mert itt vagyok. Tudok fogadni. Fogadás képes vagyok. Jó, mehet majd. Hát most még az elején a nagyok, azok nem kicsikkel játszanak, úgyhogy nem lesz sok. De ha két kicsi játszik, arra is tehetünk. A két kicsi játszik, arra is tehet. Jó, benne vagyok majd valami ismeretlenre. Így van, és nem sokára megújul a Regéci Vár is, ahol egyébként 5 éves korától kezdve a kis Rákóczi is nevelkedett. Mindenképpen menjetek el, nézzétek meg. Ott leszek. További sztorik a hírek után.
Na, jövünk majd tényleg a hírek után, de valami egészen mással folytatjuk. Szerintem nincs ember, aki ne hallott volna arról, hogy mi történt Tunéziában. Ugye a hírek szerint 38 turista vesztette életét, és hát a dolog már csak azért is megdöbbentő, mert ugye az ember terrorfenyegetettségről beszél, akkor még mindig talán azt gondolja, vagy gondolhatja, hogy tőle távol álló országban történik ez a dolog. De most már aztán tényleg nincs mese, a helyzet az, hogy úgy itt vannak közöttünk, az ember befizet egy nyaralásra, gyűjtőget, elmegy, és akár áldozattá is válhatsz. Egész egyszerűen szörnyű, hogy ilyen szinten szivárgott ez be a hétköznapjainkba, és hát nyilván azon helyekre, ahol már tényleg bármely ország, bármely állampolgára felbukkant. Hál' Isten magyar áldozatok egyébként nem voltak, viszont van magyar szemtanúnk, aki ott volt, és hát el tudja mondani, hogy mi történt, mit élt át, hogy reagáltak, mit látott, mit tapasztalt, és mit hallott. Úgyhogy ezzel a témával folytatjuk majd a hírek után. Hétvégén sikerült magyar szemtanút találnunk, aki elmeséli nekünk, hogy mi történt. Elmondhatatlan a tragédia. Tehát tényleg ez az a pont az értelmetlenségnek, az a határa, minden halál értelmetlen, de amikor így, hogy elmész és nyaralsz, és ott vagy a tengerpart, és csak jön valaki egy csónakkal, és lelőnek. Meg hát az egésznek tényleg ez az üzenete, hogy sehol sem vagy biztonságban, és pont. Igen. Mondjuk ezt akarták elérni. Hát igen, igen. Ennek ez a lényege. Igen, abszolút. Úgyhogy ezzel a témával folytatjuk. 3 perc van pontosan 7 óra. Jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! Hangerőt feltekerni! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy új hét kezdődik, ma már állítólag jó idő is lesz, sőt, mi több, hétvégére már igazi nyár újra. Megmutatja így június végén, július elején, hogy létezik ő még mi nyár, és 30 fok lesz. Elhussant egy 2 hét esővel, széllel, de most már jó lesz. De végre igazi szezon lesz egyébként a Velencei tónál és meg a Balatonnál is. Balatonnak például ilyen 4-5 fokot fog emelkedni állítólag a hétvégére a hőmérséklete, ami azért nem gyenge. Az jó, igen. Nézzük a közlekedési híreket. Trafi az M7-esen a Pákozdi pihenőnél. Aztán lézersok készül az M1-esen Bécs felé a 140-es kilométernél a felüljáróról. Köszönjük szépen. M7-es Budapest felé a Lepsényi Agyip kútnál Sumákmódó mérnek a rendéber őrei Beki küldte nekünk. M3-as 241-242-es kilométernél Kisfehér Kecske az autópályán, mint figyeljen rá mindenki. Köszönjük szépen, és most helyezik ki a trafit Pest felé a MOL kútnál. Marton Vásár előtt Zsozsesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Megint sok trafi van, úgyhogy mindenki vigyázzon. Debrecen Böszörményi és Lóverseny utca sarkán van egy trafink ott is, és az M0-ás déli szakaszán az M5-ös és az 5-ös főút között tanástalan őz a vadvédő háló és a szalagkorlát között, ezt pedig Andris küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig megyünk tovább, és hát egy nagyon szomorú dologról beszélünk, ugye nyilván mindenki hallotta, hogy mi történt Tunéziában. 38 turistát mészároltak le könyörtelen, kegyetlen módon, nem is talál rá az ember szavakat, és most olvasgattam itt még a híreket, hogy hát jó néhányan még válságos állapotban vannak, tehát sajnos nem is biztos, hogy ennyi ez a vége, és ennyi a szám. És hát magyar áldozatok hál' Isten nincsenek, viszont nagyon sok magyar nyaral, és nagyon sok magyar nyaralt Tunéziában, az esemény időpontjában is. És hát a legértelmetlenebb dolog, ami az emberrel történhet, de tényleg nincs is rá nagyobb magyarázat, az ember nem is tudja elfogadni, nem is lehet elfogadni. Rettenetesen szomorú az egész, és hát tudomásunk kell vennünk, hogy ez most már itt van a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, az utcán, a metróban, az aluljáróban, vagy akár egy nyaralásnál is megtörténhet a legrosszabb, mégpedig az, hogy ártatlan, igazából semmiről nem tehető, teljesen ártatlan emberek, turisták vesztik az életüket azért, mert valamelyik ország haragszik valamelyik országra. Igen. Döbbenetes. Egyébként tényleg. Könnyen támadható civil célpont. Szerintem hát ez a célkitűzés. De inkább itt arról van, szerintem, hogy nem országok haragudnak egymással, hanem inkább eszmék. Hát eszmék, így van. Igen, persze. Tehát, hogy az a szomorú, hogy ezek az emberek úgy gondolják, hogy az, amit csinálnak, az a belépés egy kulcs ahhoz, hogy beléphessenek a paradicsomba. És semmiféle megbánást ugye nem tanúsítanak, gyakorlatilag azt gondolják, hogy ők egy szent ügy érdekében teszik azt, amit tesznek.
magyarul, hogy embereket gyilkolnak le, ártatlan emberek. Ártatlanul, igen. Igen, nincs is rá nagyon magyarázat. Látod, ez is milyen volt, hogy gyakorlatilag a szálloda, meg a partot is védték ugyan, és ez a két fiatal ember, ez gyakorlatilag zseniálisan, sajnos ezt kell mondjam, kitalálták azt, hogy a tenger felől jönnek be egy csónakkal. Igen, úgy volt, hogy ketten vannak, aztán kiderült, hogy egyedül volt. Egy volt? Egyedül volt, igen. De hírek... most valakit elkaptak, meg egyet lelőttek. A hírek arról szóltak az elején, hogy ketten vannak, aztán kiderült, hogy egyedül volt, igen. Hát nagyon nehéz erre mit mondani. Vannak szemtanúk, akik ott voltak, és nekünk is sikerült egyet találni, aki közvetlen közelről élte át a borzalmakat, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond, mi történt, hol volt éppen a történet pillanatában, és az ember egyáltalán ilyenkor mit tud csinálni civilként, nyaralóként, hova kapsz, hova rohansz, mi jut először eszedbe, mit csinálsz, nem? Hát ezek a legfontosabb kérdések. Szerintem nincs ember, aki ne gondolta volna át, látva, olvasva a híreket, a képeket, hogy abban az adott pillanatban, ha te vagy ott a családoddal, a gyerekeddel, a szüleiddel, akkor mit csinálsz? Vagy mi jut eszedbe? Vagy hova rohansz? Hát igen. Vagy mi ilyenkor a jó megoldás? De hogy ha van egyáltalán. Ez is egy ilyen nyitott partszakasz volt, gyakorlatilag nem lehetett hova elbújni, hova, mint tudom én, napágyak mögé, vagy ernyők mögé, mit csinálsz? Sehova, igazából, nyilván rohansz a tömeggel. Jó Isten, meg a szerencsétben bízhatsz, hogy megúszod. Igen. Na, itt van velünk Major Diana, aki kint van még jelen pillanatban is Tunéziában, méghozzá a hotelszobájában. Hello Diana, jó reggelt! Bahír, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na, ti hány napja vagytok kint? Mi múlt héten pénteken érkeztünk, tehát az esemény előtti pénteken, egy héttel. Egy héttel, ez egy közös családi nyaralás, barátoddal, férjeddel, kivel vagy kint? Hát ez ilyen családi nyaralás, de ilyen csajos nyaralás, édesanyámmal vagyunk kint ketten. Csajos nyaralás az édesanyáddal ketten. Na, hát gondolom, hogy nagyon sokan próbáltak téged az elmúlt napokban elérni, beszélni veled. Jól tudom, hogy azt mondtad, hogy már mobilon ne is nagyon keressen senki, nem? Annyian próbáltak veled beszélni. Hát igen, 3 napja, tehát az újságírók felfedeztek egy közösségi oldalon, hogy itt vagyok, és azóta tulajdonképpen nagyon nyugtunk nincs. Bár igazából azért kértem, hogy mobilom főleg ne keressenek, mert akkor ez nekem egy vagyonba kerül, ugye, hogyha kihívtok. Igen, persze, hát azért próbáltam is. Hogy ezért Skype-on, illetve mindenféle ilyen elektronikus úton tartom a kapcsolatot, illetve most veletek ugye a szállodai telefonon beszélünk. Ezt köszönjük. Te közvetlenül abban a szállodában vagy, ahol ez a dolog történt? A merénylet a Rigu Imperial Marhaba szállodába történt, ahol magyar nem tartózkodott, tehát nem volt magyar foglalás ott. És én pedig az Elmuladi Palmarina Hotelben vagyok, ami a Marhaba Hotel közvetlen szomszéd hotelje. Tehát a tengerparton összeérünk. Tehát ugyanaz a partszakasz. Ugyanaz. Tehát az ő napágyaik, ahol voltak, ahol történt a merénylet, utána jött a mi szállodánknak egy ilyen kisebb röplabdapályája, és onnan már a mi napozóágyaink jöttek. Akkor lehet mondani, hogy isteni szerencse azért, hogy nem nálatok kötött ki ez az ember. Hát igen, de ide is húthatott volna, hát illetve benne volt a pakliba, hogy ott lövöldöz, aztán utána átjön hozzánk. Illetve én délelőtt, kb. Az eset előtt egy fél órával azt a tengerparton sétáltam. Na nézzük akkor, hogy mi történt, vagy te mire emlékszel? Hol voltatok, amikor hallottátok, hogy valami történik? Ez pénteken, itten idő szerint ilyen déltájban történt, ugye azt kell tudni, hogy itt egy órával kevesebb van, tehát magyar idő szerint egy óra körül, és ugye ebben az időtájban általában mindenki len van a tengerparton, túl van a reggeli, mindenki napoz, tehát úgy tulajdonképpen teltház volt mindenhol, mindenki a part, medence körül volt, és mi is mentek éppen ezek az animációs programok. Én például benn voltam a szállodának a medencébe, tehát szerintem nem a tengerparton, hanem a medencébe, és csináltuk a programokat, és egyszer csak hallottunk egy ilyen lövés hangot, de mivel ugye ment a hangulat, hirtelen föl se fogtuk, hogy ez most komoly, vagy mi ez, és elkezdtek ordítani az emberek, illetve a személyzet, futottak fel a mi hotelünkre a tengerparton, és kiabáltak, hogy gyorsan, fussatok, menjünk be az épületbe, aztán utána hallottunk még rengeteg lövést, akkor bementünk egészen tehát az épületnek a bár részéig,
aztán később újra hallottunk lövéseket, mondták, hogy menjünk még feljebb, fölmentünk a recepcióhoz, aztán utána gondolom, ugye tartották a kapcsolatot a szerda személyzet a telefonon, vagy különféle módokon a helyi szervekkel, és ugye tudni kell, hogy ez a merélő nem csak a tengerparton lövöldözött a szomszéd szállodába, hanem fölment a medence részhez is, sőt, befutott a szálloda épületébe is, de ott azt hiszem, ott már nem csinált semmit, csak átruhant, és akkor már nekünk is mondták, hogy már a recepció se biztonságos, menjünk fel az emeletre, és akkor ilyen kis csoportokba, a személyzetten ilyen szobákba rejtegettek el minket, és akkor mondták, hogy üljünk le a földre, meg hogy távol az ablaktól, és hát végülis így hallottuk a lövések hangjait, majd egy negyed óra, 20 perc múlva újra hallottunk lövéseket, valószínűleg akkor lőhették le a rendőrök ezt a terroristát. Ti közvetlen a merénylet pillanatában ti tudtátok, hogy mi történik, vagy az ember ilyenkor csak hall hangokat, nem is teszi össze fejben, rohan a többi ember után, és próbál menekülni úgy, hogy egyébként nem is nagyon realizálja, hogy mi elől menekül. Hát én úgy voltam, hogy abban a pillanatban igazából föl se fogtam, hogy mi van, csak hogy futni kell. Igazából akkor tudatosult bennem, mikor ott ültünk a szobába, és mondták, hogy így menjünk messzebb az ablaktól, meg hallottuk újra a lövéseket, tehát mikor úgy egy helyben már így nyugalomban van az ember, akkor fogja föl, meg igazából utólag, illetve mikor hát ugye helyszínen láttuk mi már az eltakarított dolgokat, tehát ugye aznap zárva volt a part, másnap reggel, mert kérték az újságírók, hogy csináljak videókat. Hát ugye a rengeteg virágot, meg hát a híradások azért eléggé takaratlanul leadtak mindent. Mennyit voltatok a szobába körülbelül? Tehát beültettek benneteket a szobába, és utána mennyit kellett ott lenni? Nem a szobánkba ültettek be, hanem olyan szobákba, amik biztonságosak, távolságosak, mert ugye a szobának az egyik fala szinte üveg. Tehát ilyen nagy lakosztályba fönn, majdnem így a legfelsőbb szinteken. Hát nem tudom, egy ilyen 20 percet, aztán lementünk a recepcióhoz, és akkor végül is szerintem akkor engedtek minket le, amikor lelőtték ezt a srácot. Tehát szerintem végülis az egész lement gyorsan, talán egy ilyen 25-30 perc volt. Tehát ugye hát akkor minden perc. Persze, meg biztos, hogy örökké valóságnak tűnt azoknak, akik például a parton bújtak el. Hát a parton nem bújtak el, mindenki berohant. Tehát például hozzánk is másik szállodában is berohantak, tehát vizesen mindenki jött, tehát egy papus nem volt rajtuk, meg semmi, fürdőruhába mindenki rohant be. Ezekben a szállodákban működik fegyveres biztonsági szolgálat? Hát elvileg ugye a szálloda bejáratánál igen, illetve a parton is ülnek ilyen biztonsági emberek, de hát a parton lévők azok fegyver nélküliek, akik a szállodának az utca felőli részén ülnek, ők fegyveresek. Azt tudtátok realizálni, hogy körülbelül mennyi idő alatt hatástalanították az embert? Mert azért az döbbenet egyébként, hogy valaki megy lövöldözhet szabadon, és 20-25 percig ez a dolog folyamatosan is zajlik. Szerencsére nálam volt a telefonom, és mi már hetedszer vagyunk Tunéziában, tehát rengeteg tunéziai helyi ismerősöm is van, és mindjárt azonnal fölmentem, mikor ott elbújva voltunk a szobába, fölmentem internetre, és kértem, hogy valamit tudnak, azonnal írjanak. Milyenkor? Amikor már letereltek minket, akkor írták kb. Ők is azt, hogy megvan, lelőtték, és hogy már nem kell izgulni. Aha, tehát ez azt jelenti, hogy nem a lövöldözés közben lőtték le, hanem utána őt még jött mentsét, tehát azért egyébként valahol ez is elképesztő, hogy... 25 percre rá, hát a rendőröknek is ki kellett élni, illetve helikopterek köröztek itt, akkor azt hallottuk, mikor benn voltunk az épületbe, tehát helikopterrel keresték, és szerintem úgy mentek rá tudatosan a rendőrök. És itt a szálloda melletti úton, az utcán lőtték le. 25 perc. Az is elképesztő. Igen. Milyenkor az első reakció az embernek? Védeni valakit, menekülni, segítséget hívni, védekezni? Mire gondolták közben, amíg menekültetek? Hát, hogy mindenki gyorsan fusson. Igazából ez. És hogy menni a tömeggel, figyelni, mit mondanak az emberek. Hát ugye itt angolul beszélnek, franciául főleg. Meg hát ugye vannak csomóan, akik meg... Hát magyarok nem beszélek semmilyen nyelven. És akkor úgy mondani, hogy gyorsan menjünk, meg akkor próbáltam beszélni a szálloda személyzetével, hogy mi van, illetve mondani a többi embernek, hogy hát most mi a helyzet. A szálloda jól kezelt egyébként az ügyetet, viszonylag gyorsan tudtak arra reagálni, hogy menekítik a turistákat, hogy viszik a szobába, melyik szobába viszik. Teljes mértékben azonnal, tehát a
szálloda összes személyzet abba a pillanatban kirohant, és vitte az embereket magával, nyugtatta, azonnal felajánlott, hogyha valaki így, tehát így idegileg így kimerült, vagy tönkretették az események, hogy azonnal, hogy orvost hív, tehát, mert nálunk, tehát fizikailag nem sérült meg senki, csak így lelkileg, tehát hogy földolgozni a dolgokat. Vizet osztottak, és azóta is minden nap kérdezik, hogy minden rendben van-e, tudnak-e valamibe segíteni, tehát teljes mértékben én azt mondom, hogy mellettünk vannak, és az idegenvezető is este megérkezett. Tudni kell, hogy mikor volt ez a merénylet, azonnal bezárták az összes szálloda kapuját itt Portálkantóiba, illetve lezárták az utakat is, és még jóval a merénylet után is lezárták az utakat, így szegény idegenvezető is hát nem tudott jönni hozzánk, mert nem tudott. Tudsz olyan turistákról, akik azonnal megpróbáltak hazautazni, akár Magyarországra, akár bárhova külföldre, tehát repülőjegycsere, és akkor mondjuk még aznap délután elhagyni a helyszínt? Ekkora volt a pánik, vagy aki ott van, az most már azt mondja, hogy akkor maradok, talán még egyszer úgyse történik meg a dolog. Mi azt hiszem 9-en voltunk itt, mert ugye több turnus is jött, tehát annyira nem tudom követni, vagy 9-en voltunk, vagy 11-en, annyi biztos, hogy ebből 5-en mentek haza, egy család, egy 9 éves kisgyerekkel, illetve két fiatal lány. Mi többiek maradtunk, úgy döntöttük. Ők még péntek este hazamentek az akkor hazafelé tartó travelszervizes géppel. Igazából felajánlotta az iroda, hogy haza lehet menni, akár azonnal. Megszervezik, illetve azt is felajánlották, hogyha gondoljuk, akkor egy másik városba ugyanilyen kategóriájú hotelbe elszállásolnak minket, például Hammamet-et ajánlották föl. Aki élt a lehetőséggel, a mi hotelünkbe ők hazautaztak. Én azt mondom, hogy mivel mindenki akkor gyorsan összepakolt és ment a reptérre, szerintem a reptér, illetve ismerőseim itt élők szerint is azt mondták, hogy maradjak a szállodában, sokkal jobb helyen vagyok itt, mert ezt a területet most védik, mint hogy mindenki ugye ment a reptére, hát gondolom azt is védték, de hát tömegek álltak ott. Azt is hallottam, hogy 40 kilométerrel lévő magyarok nyilatkoztak össze-vissza, mintha ők is ötlettek volna. Azért ez elég megdöbbentő. Hát eszméletlen, amik vannak. Nagyon sokan sajnos hasznot próbálnak ebből húzni. Például mellettünk kettővel lévő szálloda, tehát az esemény helyszínétől 3-mal odébb lévő. Szerintem is nyilatkoztak olyan hülyeségeket, hogy ők 200 méterre voltak az eseménytől, amikor jóval messzebb vannak, meg hogy milyen sokban voltak. Igazából mi voltunk itt a helyszínen, mert mi közvetlen a szomszédságában voltunk, ők talán tompán hallották ugye a lövéseket, meg hát jó, hát ők is menekültek, meg észlelték, hogy be vannak zárva a kapuk, de hát ugye ez nem érezték annyira. Illetve aki meg 40 kilométerre volt Monastirba, az én nem tudom, hogy tudta nyilatkozni, hogy ő le van sokkolva. Uh-huh. Akkor, hogyha Magyarországon is történik valami gyilkosság egy másik városban, akkor otthon is lesokkolódik teljesen, és mondja, hogy milyen... Talán külföld egy kicsit más nyilván, tehát kiszolgáltatott, vagy külföldön, vagy hallott, hogy magyarok is veszélyben voltak, nyilván az embert azért sokkolhatja, és oda a nyaralás természetesen. Ti hogy vagytok egyébként, mert a hangodon annyira nem hallom magát a megrázkódtatást, mégis azért egy ilyet átélni, hát azért az egyik legnehezebb élethelyzet, amivel az ember szembesülhet szerintem. Hát azt kell tudni, hogy én végülis nagyon szeretem ezt az országot, tehát rengetegszer visszatértem, illetve bízok abba, hogy ilyen nem történik meg, illetve kétszer nem történhet meg. Az, hogy történt ez a terrortámadás, szerintem nem volt véletlen, ugyanis most van ugye Ramadán itt, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az arab emberek igazából nagyon kisen mozdulnak az utcára, nincsenek a szállodákba, ugye nem esznek, nem isznak egész nap. És tudták, hogy ha ők lövöldöznek egy valamelyik hotelba, biztos, hogy nem sérül meg tulajdonképpen helyi honfitárs, illetve Tunéziában, mert azt hiszem líbiai volt az elkövető, jól tudom, vagy nem? Én azt mondom, hogy tunéziai volt, nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy mondta, hogy nem bántja a honfitársait, tehát hogy direkt válogatott, és csak külföldieket lőtt. Ramadán miatt nem voltak helyiek a tengerparton, tehát csak a személyzet. Úgyhogy... Szerintem ez nem volt véletlen az időpont, illetve ezt a Riu szállodaláncot támadta meg, ami szerintem nem arab tulajdonban van, hanem talán spanyol.
szállodalán szagja, de ezt nem tudom megerősíteni, de azt hiszem külföldiak. Igen. Hát azt lehetett olvasni, hogy direkt olyan helyre ment, ahol ugye britek, németek, franciák, tehát és nem olyan helyre, ahol például oroszok voltak. Most mi van a tengerparton? Hát most oda lementek, és akkor ott most néhány turista újra fürdik, ahol egyébként pár nappal ezelőtt emberek meghaltak? Vagy kihalt a tengerpart, és nincs lent senki? Hát a tengerpart tulajdonképpen azt lehet mondani, kihalt, a szállodák is eléggé kihaltak, mert körülbelül hát több mint kétharmad része a vendégeknek hazatért. A merénylet szállodája, hát tulajdonképpen szerintem majdnem teljesen bezárt, bár olyanokat hallottam, hogy azért laknak ott valakik, tehát, hogy vendégekből valamennyi. El volt kerítve szalaggal a rész, ahol történtek a dolgok. Ugye másnapra, amikor megnyitották a partot, akkor hát nem lehetett látni semmit, csak hogy láttuk, hogy hol hiányoznak a napányok, gondoljuk, hogy ott történhetett azokon a napányokon a szomorú esemény. Illetve virágokat hordanak az emberek, a helyiek is kijönnek, tehát most napközben is rengeteg helyi embert látunk, jön ki, leül, imádkozik ott, külföldi turisták, szálloda személyzete is viszi a virágokat, tehát már egész virághegyek vannak, mindenki imádkozik, tunéziai zászlókat lengetnek, rengeteg a rendőr, lovas rendőr, kvados rendőr, ilyen tengerparton sétáló rendőr, akkor a tengerben motorcsónakon rendőr, rengeteg, sőt félelmetes is, végül is tegnap délután merészkedtünk le, és egy pillanatra meg is rémültünk, mert egy motorcsónakból azt láttuk, hogy így felénk néz egy ilyen fegyver, de aztán ugye mondták a helyiek, hogy ne féljek, mert hogy ők csak rendőrök. Ez most csak a szálloda környékén van így, ez a nagyon komoly rendőri meg katonai ellenőrzés, vagy hogyha nem tudom, van-e híred a városból, vagy valami messzebb településről, tehát mindenütt megerősítették most az őrzést? Hát az a helyzet, hogy mi azért nem nagyon szeretnénk most itt mászkálni, tehát én csak arról tudok beszámolni, ami itt van, de én úgy tudom, hogy az egész országban az üdülővezetekbe rengeteg rendőrt vezényeltek ki. Amit tudok, hogy tegnap reggel kimentünk az utcára, hát a szomszéd sarokig, ez nem messze, és az összes bolt be van zárva, egy ilyen kis szuvenír boltocska volt nyitva, és hát ugye mindenki pánikban vannak az emberek, hogy mi lesz itt, mert hát ők a turizmusból élnek. Igen, hát ez az ember hiába mondta azt, hogy nem akar ártani a honfitársainak, meg nem akar ártani az országnak, ezzel rengeteget ártott mindenkinek, aki ott van. Tél. Igen. Hát csodálom, hogy nem jöttetek haza. Megértem, hogy az embernek ilyenkor úgy nincs lelki erő kimenni a reptére, de ott maradni legalább akkor a lelki erő kell hozzá, Dia. Hát próbálom annyira nem felfogni tudatosan a dolgokat, vagy nem is tudom. De ez, tudom, hogy bármikor akár velünk is megtörténhetett volna. Holnap megyünk haza, tehát ez egy nap. Igazából a nyaralás nagy része lement. Talán ez is a jó, hogy addig már annyi szép élménnyel gazdagodtunk, meg annyi pozitívumért, illetve azt láttuk, hogy tényleg segítenek, mindenki felajánlott minden segítséget, konzul úr látogatott meg minket, és tényleg azt kérték, hogy inkább maradjunk a szálloda területén belül. Mi igazán ki sem megyünk a tengerpart, hanem inkább a szálloda medencénél vagyunk. Ezt az egy-két napot gondoltuk, hogy így kihúzzuk így, és reméljük a legjobbakat, illetve hogy az ország tud harcolni a terrorizmus ellen. Még azt láttuk itt a helyi híradókban, hogy emberek tömegei mennek ki az utcára, helyiek, lengetik a tunéziai zászlókat, és hát azt hirdetik, hogy harcolni fognak a terrorizmus ellen, mert ők élni akarnak, dolgozni akarnak, és megpróbálják megállítani ezt. Lia, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Vigyázz magadra, és nagyon jó utat kívánunk hazafelé. Köszönjük szépen. Pihenjetek, csáó. Köszönjük, sziasztok. Hát gyerekek, azért ez nagyon kemény. Még így végig hallgatva is. És amit itt az ember közben olvas, az meg aztán elképesztő, hogy volt olyan turista, aki úgy tudott életben maradni, hogy halottnak tetette magát. Tehát ahhoz milyen lélek jelenlét kell, nem? Hogy abban a pillanatban ezt felmért, hogy az egyetlen esélyed az, ha te is megpróbálsz ott fekve maradni. Mert egyébként abban a pillanatban, ha nem teszed meg, vagy mozogni, vagy menekülni készülsz, ami ugye egy ösztönös reakció, akkor halott vagy.
Zsolt olyan turista, aki így maradt életben. És akkor még mindig benn van a lehetőség, hogy ez az ember, az elkövető, az még azért ott végigmegy, hogy hát, ha van, érted? És úgy fekszel a homokban, hogy úristen, reméljük, hogy megúszom. Szörnyű. Igen, és nem tudod most már azt mondani hosszú ideje, hogy nincs hozzá közöd, mert bárhol áldozattá válhatsz, bármelyik országban. Tehát olyan szinten itt van már a hétköznapjainkban, hogy nem tudod már sok évvel ezelőtt talán még az ember elolvasott egy ilyen hírt, kicsit megrántotta a vállát, messze történt, távol tőlünk esi országban, azt mondod, hogy milyen szörnyű szegények. De erre most már nem tudod ezt mondani, mert ott lehetnek a szüleid, ott lehetnek a testvéreid, a barátaid, bármikor, bárhol, szinte a világ bármely pontján áldozattá válhatsz. Hát sokszor beszéltünk róla, hogy mikor fog átjutni ide a kontinensre ilyen intenzitással, de hát nem is kellett átjutni a kontinensen ahhoz, hiszen hogy európai emberek halljanak meg. Igen. Még amit egyébként a bulvárlapok írnak, ha az igaz, az is felháborító, hogy állítólagosan van olyan utazási iroda, aki úgy hozatta haza egyébként az embereket, hogy előtte aláíratott velük egy nyilatkozatot, hogy nem kérnek kártérítést. Tehát azért az is nagyon szép, hogy átélsz egy ilyet, majd még az iroda, aki kivitt, az aláír veled egy nyilatkozatot, hogy rendben, hazahozunk, akkor viszont cserébe mondjál le arról, hogy idő előtt hazahozunk, de akkor mondjál le arról, hogy téged bármilyen kártérítés megillet. Azért ez is elképesztő, nem? Hogy ebben a helyzetben még a saját magukat és a profitot védik, és gyorsan aláíratnak mindenkivel egy nyilatkozatot, hogy nyilván haza akarsz jönni, nyilván aláírod. Aláírod, hogy azért még ezzel szembesülnöd kell, azért az is. Mi van, aki most menne? Képzeljétek el, akinek még be van fizetve az útja. Én szerintem lemondod. Vissza tudod most még mondani? Ja, hogy jogilag az hogy van, ki fizeti, ki állja, azt nem tudom. Szerintem hát ilyenkor azért az utazási irodának úgy a kötelessége. Tehát hétfőn van egy szerbei repülőjegyed. Szerintem azt le tudod mondani. Tehát azért az erősen perelhető, ha azt a pénzt nem kapod. Nem kapod vissza úgy, hogy nem mentél el. Hát azért ez nem mondható. De 100%-ig biztos, hogy aki mondjuk arab országokba tervez nyaralást, üdülést a következő hónapokban, vagy akár a következő években, az nagyon át fogja gondolni. Igen. És azért is érdekes a dolog, még egy mondat, ugye, mert Tunéziában volt nem olyan régen merénylet, a múzeumos merénylet, emlékeztek rá, és itt pont írta valaki, az egyik hallgatónk, hogy miért nem maradnának, hiszen sose csinálnak ugyanott még egyet. Hogy helyileg ugyan tényleg nem ugyanabban a településben, de hogy ez most országban egymás után kettő. És ilyen ugye nem volt eddig. Meg itt a logikát hiába is keresik. Ja, miért ne csinálhatnának ugyanott? Lehet, hogy ők pont így gondolkodnak. Igen. Kemény volt ezt hallani. 7:30 múlt pontosan 4 perccel. Jövünk a játékkal. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor nyugodtan írja nekünk SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva nekem is dobnom kell, egy 100-as tudom, mert kimondtam, még a megszólalás végén, az előző megszólalás végén, bocs. És Jánsóá is dobhat, vagy 200-at dobok, és akkor meghívlak egy 100-asra. Gyere, ha ott úgy vagyunk, hogy vagy te dobsz, és meghívsz a vanaprod, vagy én meghívlak egy 100-asra, 200-acskát. Pedig majd nagy hírek volt, nagy reklámblokk, nagy zene. Minden a művészel szembe, hogy levágtátok az utolsó 20 másodpercet. csak azért, hogy én fizessek. Csak azért, hogy dobjál, igen. Na, hát még mi is a hallottak hatása alatt vagyunk, és erről beszélgettünk, hogy erről az egész ügyről egyébként ki tehet, kik tehetnek, mit csinálnánk, ha mi ott lennénk. És a legmegdöbbentőbb, ezt nem is mondtam nektek, de mi kim voltunk ugye most szintén hasonló országban, Vikivel, és az egész egy hetünk alatt tulajdonképpen arról beszélgettünk, egészen fura módon, hogy mit csinálnánk akkor, ha a szállodában történne valami. És még mondogattam a Vikinek, hogy egy nagyon fura érzésem van, és hogy azon gondolkozom, hogy mi a fenét tudnék csinálni, ha bejönnének a szállodába. És nagyon sokféleképpen, sok módon, nyilván gyerekek nem hallották, arról beszéltünk, hogy mennyire kiszolgáltatott vagy a parton, a medencében, és hogy mit tudnánk csinálni, és rá két hétre egyébként megtörténik. Tehát a dolog az elképesztő, nem azért, mert hogy mi beszéltünk róla, hanem tudjátok, mi a szörnyű ebbe? Ez már sok szörnyűség van. Sok ez szörnyűség szörnyű, van. Hogy te odamész, és miközben pihenni szeretnél, nyaralni szeretnél, a családoddal szeretnél lenni, a jól megérdemelt pihenésedet akarod tölteni, azon gondolkodol, hogy vajon mi történne akkor, hogyha megjelenne itt egy őrült ember, akinek a számára semmi sem szent, ami számodra szent, és elkezdem lövöldözni. Mert azt lehet mondani egyébként sokszor, hogy ezeknek az embereknek az életéhez hozzátartozik, meg az iszlám államok egy részének az életéhez ez hozzátartozik, meg az arab államoknak az életéhez, hogy a részei a mindennapjaiknak, a terrortámadások, a háborúk, a vallási szélsőség, stb., de hogy nekünk nem.
De az ott élő emberek nagy többségének sem, tehát nézd meg, amit most elmondott a riportalanyuk az előbb. De hozzájuk sokkal közelebb vannak ezek a dolgok, hát közelebb vannak, de ők is kimentek, tiltakoznak, és azt mondják, hogy nem kérnek belőle, mert ők ebből élnek, ők nem akarnak így élni. Én emlékszem, a 90-es években volt a Egyiptomban a Luxori robbantás. Az volt az első ilyen nagyon nagy, ott valami 50 halálos áldozat volt. Rengeteg turista járt már ki. Mindenki visszamondta az utat, egy barátomék kimentek búvárkodni egy héttel az események után. A vállukon vitték az emberek, hogy leszálltak a gépről, és azt mondták, hogy köszönik, hogy végre hát valaki. Élnek, persze, nekik ez a lételük. De ezért az élményért még nem fogsz oda menni, hogy a vállukon vigyenek a helyiek. Az biztos, hogy és nem. És megköszönjék neked, hogy te oda mentél, mert te gondolsz a családodra, mert megy tovább az magadra. Élet, két hét múlva már lesznek, egy hónap múlva már tele lesz, tehát hogy ez megy tovább a dolog, tehát igen, sajnos nincs mit tenni. Ezt meddig fogják mondani az emberek, hogy megy tovább a dolog, és két hét múlva már minden rendben lesz. Ezek az emberek is, akik ott kint feküdtek a parton, azt gondolták, hogy minden rendben lesz. Hát sajnos az ILI azóta vannak Egyiptomban, történt más országban is, történt futóversenyen is, rendeznek futóversenyt, tehát sajnos a dolog az megy tovább, mert mennie kell, menni fognak nyaralni, két hónap múlva már hidd el, hogy tele lesznek a tunéziai tengerpartok is, ebben biztos vagyok. Nem, az nem tetszik egyébként, hogy Amerika ilyenkor baromira lapít. Azért ez egy érdekes dolog, nem? Az ő szerepvállalásuk, az ő tulajdonképpen hát hatalom éjségük, ami ezt az egész dolgot, mint az iszlám állam tulajdonképpen szépen ránk szabadította. Hát nézzétek meg, mi történik Irakban, mi történik Szíriában. Hát azért azokat a rezsimeket nem kellett és nem is lehetett szeretni, amelyek ott voltak az amerikai bevonulás előtt. Mégis azonban a saját országukat valamennyire rendben tartották, és csirájában tudták elfojtani például az iszlám államnak a kialakulását. Ez a dolog úgy tudott létrejönni, hogy az amerikaiak bevonultak bizonyos országokba, lásd például ugye a szíriai bombázás, amiben segítettek, Irak totális szétzüllesztése és a Saddam rezsim megdöntése, amivel akkor nyilván mindenki egyetértett, hogy diktatórikus rendszereket meg kell dönteni. Igen ám, csak hogy káoszt, anarchiát hagytak maguk után, és az iszlám állam nem tudott másért megszületni, mint egyébként megerősödött. Azért, mert volt egy rés, ahova ők be tudtak menni. Nem a Saddam rezsim, meg nem a Kadhafi rezsim alatt erősödtek meg. Azért tudtak megerősödni, mert ott volt Amerika, aki meldöngetve egyébként elment ebben szerepet vállalni, lerohant a Irakot is, aztán szépen kivonultak, miután rájöttek, hogy igazából sok értelme ennek a dolognak nincsen, hány amerikai és hány értelmetlen halál volt ott is, szétdulták, felperzselték ezeket az országokat, és most pedig itt van az iszlám állam, amivel egyébként nagyon nem tudnak mit csinálni. És nem is, nincs is rá nagyon eszközük. És most azt mondják, hogy olyan nagyon nagy szerepvállalást egyébként az iszlám állam elpusztításában ők már egyébként nem hajlandóak vállalni. Ez aranyos mondat. Hát, talán a korábbi fiaskók miatt. Tessék, a korábbi fiaskók miatt, illetve nyilván akkor a területen vannak, nem éri meg, tehát hogy egyszer nem is, ugye hát nincs mögötte érdek igazából. Aha. Tehát a Saddam rezsim szétzúzása mögött azért volt rengeteg anyagi érdek, amiért ezt a dolgot tették. Nem csinálnak semmit. Szóval ők ebben most már azért annyira nem tudnak részt venni. Ránk szabadították, nem? Most pedig bőzzel lapítanak, és nem csinálnak semmit. Szóval azért ez is elgondolkodtató, hogy ezért az bőven ők is tehetnek. Hát igen, de azért Amerikában is volt ugye két olyan esemény, amire elég rendesen fölkapta a fejét hogy a világ. Hát de ugyanúgy megisszák ők is ennek a levét, persze. És mégsem mennek ellene. Érdekes. Igen. Na játszunk, menjünk egy kicsit vidámabb témával tovább, mégiscsak hétfő van, és egy vidám szórakozható műsor vagyunk, úgyhogy itt van a játékosunk, Owen bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt, Balázs Feri Jani. Hello! Gábor, honnan hívtál minket, Gábor? Müllendorfban vagyok, de Sopronban élek. Ez egy kis város. Sopron? Ja, Müllendorf. Sopron. Ott vagy, akkor a másik oldalon vagy. Igen, igen, igen. Mit csinálsz? Sógoréknál? Kamionsofőrködök, teherautóval járok itt, Ausztria belföld. És ott egy ilyen belső cégnek mondjuk teríted az árut, és kinti a... Nem, mindig máshol. Mindig más cégnél. Mindig más cégnél, de az osztrákoknál vagy alkalmazott. Hát, körülbelül igen. Aha. Még a magyar bér hányszoros? Nem kell konkrét összeket, nem a zsebedben akarok turkálni, csak érdekel, hogy valaki mondjuk itthon kamionsofőr, és valaki mondjuk Ausztriában kamionsofőr. Hát, duplájánál egy kicsit több. Azt a mindenit. Kettő meg egy kicsit. Azt a mindenit. Hát azért az nem... Az nem semmi. Akkor na játszunk. Megéri száraz vámi lakosnak lenni, ugye ez a magyar neve, közvetlen büdös kút mellett. Száraz vám, büdös kút. Milyen jó nevük van, igen. Na, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi, Beru néni. Jó, hát ez még kevésbé fontos. Valami zsúfolt helyen vannak, egy váróban.
valóban készülnek. Vagy a határnál jönnek át Sopronnak. Igen, 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 igen. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Ez egy dal lesz, jó? Nem sorozat, nem főcím, semmi. Csak egy sima dal, hallgass meg. Atya, úristen, de nehéz. Egy iszonyú régi dal. Igen. És szinte megfejthetetlen. Szinte tökéletes. Na figyelj, mutatjuk még egyszer. Oké. Let down. Úristen. Mikor is születési vagy? 80. Hát, csak tudhatod. Hosszabb részletű, hallgass meg, jó? Figyelj. Oké, rendben. Let down. Hát ez elkém. Még egyszer lehetne ezt a hosszabbat? Hogy nem, mutatjuk. Megmutatjuk az eredetit, jó? Ez egy nehéz, ez valaki ezt a dalt nem szereti igazán, akkor nem is nagyon tud beugrani. Hallgass meg, figyelj! Egy ilyen nagyon limonádi dal. Értelmezhetetlen a zenekar maga, igen, hogy egy regit játszó. Igen, UB40. Hallottam, de még így sem tudnám megmondani. Ők a UB40 voltak. Ja. A hidegrász tőlük. Hát, köszönöm szépen a lehetőséget. Borzalom. Ne keseredj el, nincs emlékcsomag, de legközelebb majd, ha játszunk lesz. Jó, Gábor? Jó, köszönöm szépen, szép napot nektek, sziasztok! Szia. Köszi, hogy beszéltél velünk, sajnálunk, ez most nem volt. Nem volt könnyű. Nehéz volt. Az volt. Igen. Jó kis UB40. Az igen. Jó kis. Kingston Town ez a dal címe. Azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, hogy jó dal. Hát nem. Igen. Köszi, ciao. Hello. Szia. Szegény, nem? Ebben most azért úgy belenyúlt, mert borzalom. De jönnek az SMS-ek, tehát hallgatóink tudják, küldték sokan még a dal címét is, de hát a világot. Kétszer meg kéne hallgatom, ott azt megölném. Milyen valami. Óriási buli lehet egy ilyen koncerten. Úristen. Az összes daluk ilyen. Hát a regi az nem egy túl bonyolult. De van jó regi is, ami azért hangulata van, jó, hallgatom és jobb kedvem lesz, de hát ettől. Ott nem? Például a Skindred. Ami egy regi metal zenekar. Na. Az jó. Az egyre jobbnak tűnik, igen. Az M0-ás Győr felé már áll a sor, miközben az M7-es lehajtótól, úgyhogy kerüljetek, ha tudtok. Zoli küldte nekünk, a Margit körút jól járható, a Pesti rakpart mint minden reggel. Most is elesett, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Debrecenben az Ótemető utcán biciklist ütöttek el az óvodánál, dugó várható. Reméljük nincs komoly baja. Valamint Nagyatádon, a Dózsa utcában kamera rendőr autóból. Ezt Zozi küldte nekünk. Köszönjük szépen. 5 perc van pontosan 8 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk a hétfő reggelt. Ha valaki nem tudná esetleg, és érdekli. Ez annak, a Morning Show. Ez a Morning Show, így van, és a Klassz FM. Azon belül pedig arról beszélgetünk, hogy milyen idő lesz, mert hogy állítólag gyerekek a héten már felhőt se látunk nagyon, ma még egy-két helyen lesz felhősödés, utána viszont kettől megmutatja a nyár, hogy milyen az, amikor tényleg nyár van, nem lesz eső, nem lesz csapadék, hétvégére már igazi kánikula. Ez jól hangzik. Nagyon jól hangzik, végre fagyizhatunk egy jót. Eddig nem tudtál? Tegnap este hát el, csak egyet. Hát, igen, persze. Jó volt. Hát, simán persze, hát azért hideg nincs, csak hát. Vagy ti csak 30 fölött fagyisztok? Vagy hogy van? Nem. Most hát a 35-ig nem fagyisztunk, de utána már megengedhetünk magunknak. Igen. De két gömbös vagy csak egy még mindig. Apa, együnk egy fagyit. Nincs elég meleg. De apa, 29 fok van. Nem, majd. Ha kánikula lesz, 30 következetesnek kell lennünk. 35 alatt nem fagyizunk. Igen, hát többek között ez az előnye is, hogy fagyizhatunk. Na.
De tényleg jó idő lesz, és végre a lángosok tudnak lángost eladni, a helykesek újra kinyithatnak, négynél többen fekszenek majd a parton hétvégén, és úgy néz ki, hogy beindul a balatoni. A balatoni szezon is végre. Majd a magyar hek. Fogy magyar keszeg a mellett, a híres balatoni keszeget hek. Senki nem vesz. Nem? Rá? Miért nem? Mert nem szeretik, mert macerás. Figyelni kell, szálkázni kell. A hegben meg nincsen, az csak harap. De hát a hegben is van szálka, csak ki kell venned ügyesen a gerincébe, ott a szálka, de hogy nem. Hát a gerince az maga, azt de azért jó. Olyan kis szálkák magában a húsban ott nincsen. Az nincs, az olyan, mint a filéidra. Olajos halat kell lenni, mert annak meg lehet tenni a gerincét is. De tényleg. Viszont Balázs, hogyha ma esetleg jó idő lesz, azért te már ne nagyon fagyizzál, mert néztem azt a féltégla méretű zapszeletet az asztalodon, hogyha banán még mellé azt is betolod, akkor véged. Én nagyon kedvelem egyébként, de ez egy komplett étkezés. Ez egy banános óriás zapszelet, én ezt a gyereknek vettem még az úszáson, automatából, csak rájöttem, hogy ugye gluténérzékeny, és okosan megvettem neki egy zapszeletet, ugye nyilván barom sok glutén van. Semmi, nem egy fél kilós. Egy 90 grammos kis szeletecske egyébként. Jaj, eltörte a pulton. Négy gombot nyom meg a pulton azonnal. Az. Én imádom egyébként, de tényleg, hogy a gyerek van, és mondjuk a gyerek egy hétre elmegy táborozni, két ilyet csomagolják neki, akkor meg is van egy napja háromszor étkezés. Úszás utára vettem, hogy majd hazafelé egy kicsit öltő majszolgat. Semmi. Hát egy olyan 4-4,5 óra égette volna a gyerek ezt a szeletet. 500 kalória. Az konkrétan a falra felmászott volna tőle utána. Igen. Nem gyenge. Értem, nagyon már mennyiségben is elfogyasztja. Már attól hízott. Figyelj, simán lehet, hogy lejárt, mert egy hónapja vettem körülbelül. Csak most úgy reggel benéztem a spejzbe, hogy tudnék-e valamit hozni magamnak, hogy ne halljak éhen. Kérek szépen 2015 12-15-ig jó. Jó, egyébként. Banános óriás zapszelet. Az nagyon. Rendben is a markáját nem mondjuk. De mi lehet benne, hogyha ez decemberig jó? Hát, ezt nem tudom. Hát vagy mi nincsen benne. Szezámot, földi magyarót is tartalmaz. Nincs benne tartósítószer. Egészen jónak tűnik. Aha. Nem, valamilyen egészen jó automatából vettem. Háromszor szoktam neki futni. Tessék? Háromszor szoktam neki futni. Ennek a szeletnek? Tehetél ilyet? Imádom, nagyon sokféle van belőle, és úgy szoktuk, hogy három darabba szoktuk törni. És akkor úgy szépen lassan családi megeszik. Együtt egyszerűen nem tudjuk. Pedig az az édesség, amivel ti nem tudtok egyre megbirkózni, az tényleg kemény lehet. Tehát azért másfél-két kilónyi vaníliasodót, aranygaluskával, tejszínhabbal, rányomott gesztenyepürével, leöntött csokiszosszal, mindez megforgatva mézben eszitek. Tehát, hogy és azért egy pici fahéjat, azt ne felejtsük. Igen. Negyed kiló. Egy negyed kiló fahéjjal még ízesítitek a dolgot, tehát aminek ti nem tudtok így elsőre neki menni. Ez fújtós. Fújtós, sokat kell rá inni. Konkrétan két órája nézem, és attól jól laktam, tehát kisebb bontottam igazából. Na, ez a 8-as ébresztőszám nagyon ragymantóra sikeredett. Írja valaki, mi volt? A John Legend? Hát egy Tiesto remix. Hát, egész jó egyébként. Nem? Melyik én kedvelem? Hát, nem, rossz. Maga John Legend jól énekel. Hát, a Tiesto mit csinál belőle, az már az más kérdés. Fantasztikus dolog, valaki már az életében legendává válik, nem? Így van. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak. M7-es 82-es 83-as kilométernél Budapest felé a benzinkután most rakták össze a három lábút, a szemetek. Irvine küldte ezt nekünk. Köszi, Padrag, kúton az Ajka felül érkezőket mérik a rend éberőrei, üzente Reni. M1-es Lévényi kihajtó előtt a 140-es kilométer után a hídról ellenőriznek. Szacsa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szekszárd 56-os út 7 kilométer baleset, vagy a 7-es kilométernél, ezt nem tudom, félpályás haladás, Darus Ati üzente meg nekünk, valamint Rafi az M7-esen Pest felé, a Pákozdi és a Váli völgyi kiáratnál is, ez pedig Zsófi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nem mondtam, csak majdnem mondtam. Olvastátok, az idei esztendő egy másodperccel hosszabb lesz, és hála Istennek. És mit csinálunk vele? Attól függ, hogy mire esik. Pihenésre vagy munkaidőre? Az utolsó nap? Uh-huh. Hát az utolsó nap az mindig pihenés. Ja, utolsó nap. Az utolsó nap, igen. Az utolsó nap. Nem lehet előrébb hozni, tehát nem úgy van, hogy te mondjuk ma többet akarsz dolgozni, és akkor 10 óra egy másodpercig dolgozol, és ezzel le tudod. Bocs, de a szabadságot azt előre szoktuk ledolgozni. Tehát, hogyha érted, ez az ünnepekre esik, akkor ezt érted. Akkor le kell dolgozni. Vagy le kell dolgozni, vagy nem. Egy másodperccel lesz hosszabb az idei esztendő, és ezért állítólag be kell iktatni egy szökő másodpercet. Ugye ennek mi értelme van, ez sokkal okosabbak vagytok. Nem, beiktattak egy szökő másodperc, és ott visszanyerjük az egy másodperccel hosszabbat. Vagyis elbúcsúztatjuk azt a szökő másodpercet. Mert, hogy
Majd június 30-án, amikor beiktatják az extra szökőmásodpercet, akkor 23 óra 59 perc, 59 másodperc után 23 óra 59 perc, 60 másodperc következik, tehát nem ugrik át egyből július 1-re, és ott visszanyerjük azt az egyet, amivel ugye hosszabb lett volna az év vége. Hogyha esetleg ez mi van akkor, ha ez fölhalmozódik? Hát igen, és mi lett volna, hogyha mondjuk ezt a szökőmásodpercet nem iktatják be? Akkor... összedől a világ. Na, akkor mi van akkor? Másodperceket veszítesz. Hát most egy fontos dolognál, ami egyszerre kell megnyomni két gombot Amerikában, meg itt érted? Na? Akkor mondjuk nem mindegy. Na, ebbe igazad van. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Tehát 10 év alatt összeszed 10 másodpercet, és borul a naptár? Vagy ez nincs minden évben? Ez a vicces benne, hogy ez nincs minden évben. Most kitálták, hogy kell egy ilyen másodperc, és azt beiktatták. Hát nem, atomóra. Vagy valamit kell, valami ez igaz. Nem, csak a kérdés az ember az egy másodperccel, ha azt megkapnánk ajándékba, mit tudsz? Figyelj, sok tud azért lenni az egy másodperc. Hol? Hát mit tudom, mert például egy nyitott gyomorszájú emberrel beszélget. Az mondjuk igen, ismerek ilyet, vagy ismertem ilyet, nem túl jó. Na, ne ennyit az egy másodperc, mert ennél sokkal fontosabb témánk van. Ugye 7 óra után egy picit komolyabbak voltunk, mert hogy beszéltünk egy olyan hallgatóval, aki ott volt Tunéziában. Ugye a szörnyű merénylet idején, és Dia sok mindent elmondott nekünk. Ha valaki erről lemaradt, akkor ezt majd a Best of-ban újra meg tudja hallgatni. Viszont úgy gondoltuk, hogy akkor 8 óra után válaszunk valami kicsit vidámabb témát. Gyónni tud majd mindenki, méghozzá apró kicsi az emberek ellen elkövetett bűnökről beszélgetünk majd, mert hogy nyilván mindenkinek van ilyen, ugyanis megállapították, hogy ha vörös a szemed az úszás után, az bizony nem jelent jót. Mert... én keveset aludtam, meg kell csak azért, mondom. Ha az ember szeme vörös úszás után, mire gondolt mindez idáig? Hát az, hogy az úszodát klórozzák. Igen. Ugye azzal takarítják, és akkor ha te, még ha nem is teszed bele a fejed, kicsit odafröccsen, vagy meg a kezeddel megsimogatod a szemedet, lehúzod a vizet, kész, ennyi elég. Hogy a rohadékok túlklórozták a medencét, hogy miért kell ennyi klór tenni bele, hogy mi van a gyerek, belemegy, beszívja a bőre, egyáltalán csípi a szemedet, egy baromi kellemetlen dolog. Szemcseppezned kell, napokig nem múlik el, utálod, hogy viszket a szemed, és úgy nézel ki, mint egy vámpír. És nem klór? Na, most megállapították, illetve elmondták, hogy ez nem a klórtól van, az Amerikai Járványkezelési és Megelőzési Központ, ugyanis elmondta, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem a klór miatt van a vörös szem. Hanem a víz miatt. Ennél valami sokkal szörnyűbb és undorítóbb dolog miatt vörösödik a szemed. Ugyanis a vizelet, az izzadság és a hámsejtek, valamint a piszok együttesének kevésbé gusztusos elegyétől vörösödik a te szemed a medencében. És az a lényeg, hogy valójában van klór a medencében, de a klór az reakcióba lép az emberi vizelettel. Plusz hámszövettel, plusz izzadsággal. Plusz izzadsággal, plusz hámszövettel, és a klóros vizeletes elegy okozza, hogy bevörösödik a szemed úszás után, vagyis minél több pisi van a medencében, annál jobban vörös a te szemed. Micsoda eszencia. Mindenki gondolját, hogy hol úszott, mostanában melyik úszodában volt, vörös volt-e a szeme, mert nem a klór telt róla. Ha kevés a vizelet, akkor kevésbé vörös a szemed. Ha nagyon viszket, nagyon dörzsölöd, és bebörösödik, azt telepisírték. Akkor abban a medencébe bizony sokan belepipírnek. Férfitársaim, várjátok meg, amíg kijönnek a lányok a partra, ne menjetek le, ne csekkoljátok a vízzel a lábtempókat, vagy pedig csak búvárszemüvegben. Jobban is látszunk. Extrém esetben orfolyást, köhögési ingert is kiválthat a strandok vize, vagyis onnan tudod, hogy mennyit pisültek bele, hogy mennyire piros a szemed, ha erre érzékeny vagy. Én nem szedtem össze soha ilyen medencés fertőzést egyébként, de emberiség ellen követtem már el hasonló bűnt egyébként. Te is? Na. Ha ki nem? Ja, egy csomó ember szerintem nem. Igen? Hát vannak tisztességesek, akik kimenne. Én se tartozom közéjük, de szerintem vannak. Az élővíz más. Persze. Az élővíz más. Akkor ezért van az, hogy most már siklók nagy ívben kikerülik azt a részt, nem ahogy kikerül, hogy kihaltak. Kihaltak. Hogy miért más? Hát az élő vízbe belepisülni, miért nem lenne más? Hát már a maga a vízfelülete sokkal nagyobb. Nem, hát a vízfelülete sokkal nagyobb. Tehát egy 4x4-es medencébe belepisülni, az azért aljasság, mert ott van a Balaton, mint vízfelület, a kettő vízmennyiségét az nem tud összehasonlítani. A Velencei tópartján laknak azért. Az sem azért, vagy az sem nagyon pici. Plusz ott jobban bontanak szerintem a ilyen organizmusokat, ja, hogy hívják azt. Vigasztal csak ezzel az úszókat. De mi élő vízbe nem lehet belepisülni? Hát nem mondjátok, hogy nem lehet belepisülni. Hát simán a Balatonban vagyok, vagy a Velencei tóban vagyok, és baromira beúztunk, vagy nem tudom, hajón, vagy nem tudom, vízibiciklin, vagy bármi. Hát
Mondjuk a vízibicikliről zsivány fölállsz. Ja, de igen! Azt, hogy nem, igen, beugrom és belepisilek a Balatonba. Tehát, hogy nem megyek ki azért, és vágom át magam a fürdőzőkön, hogy most keresek egy budit. Korrektebb szerintem az élővízbe pisilés, mint a medencében. Sokkal korrektebb, úgy érzed. Egyenesebb dolog, nem? Igen, nagyobb a felület, nagyobb a víztömeg, és mondom, jobban bontja szerintem a pisit és a hámsejteket is. Apa, milyen meleg körülötted itt a víz, nem is menjünk inkább saját érdeked a anyádhoz. De tényleg ezért van, egyrészt nem klórozzánk ezeket a vizeket, kettő a Balaton, a Velencét, most sosem vörös a szemed. Ugye? Tehát nyilván nincs bent semmilyen kémiai anyag, nem klórozzák, tehát ez csak a medencében fordul elő. Te mindig becsületesebb, mondjuk te nem vagy nagy vízpartos, tehát utoljára te akkor voltál vízparton, amikor valami várat elöntött a víz, nem? Tehát ez a kifekszem. Természetesen, csak a vízes árt szoktam látogatni. De nem mentek, de nem biztos a strandra például, nem? Nem, én nem szeretek. Óckodsz minden ilyentől. A vízi sportokat nagyon szeretem, ezeken belül is azokat, melyekhez kell például egy kajak vagy egy kenu, de az úszás az nem az én műfajom. Nem is nagyon pisülsz bele? Ergo vagy? Én mindig a kajakot brúnyálok bele. Jézusom, az enyémbe is ültél két éve. Igen. Szóval, hogy te nem mész, te? Hogy állsz ezzel? Én nem megyek ki, hát most a Velencei tóból, hát hova? Amikor így egy kicsit dermedten látod, hogy megállnak a népek, akkor tudod, hogy az van, hogy apuka nem fázik, tehát nem azért áll derékig a vízbe, mert neki nehezebb bemenni, hanem akkor van az a szakasz. Akkor kell valami terelő, tudod? Valami évet hívják, hogyha hangosulod a szólsz, elleközirájom a mutat, stb. Kikiabálsz a partra. Nekem két fahéjas, egy kakaós? Nem, csak egy. Igen? Két ízes, egy túrós. Én így nem jó? Tudok például az pisilni, ízes, hogy közben kiordítok, hogy igen. Ízes palacsinta. Nem, a pisilésnek megvannak a maga technikái, nem? Úszás közben tudtok-e? Úszás közben, medencében, nyílt, attól függ, hol vagy. Na, medence? Folyamatos mozgás. Folyamatos? Hát a medencénél ugye sosem maradj egy helyben. De nem, már meg kell állnod, hát nem de hogy kell, hát az a nem jó, ha megállsz. Hát akkor vagy jó, ha folyamatos mozgásban vagy. Hát nekem úgy nem jön. Nem jön? Nekem nem. Meg kell állnom. Meg kell állnom, jön a gyerek, hogy a idegen gyerek. Nem, a lehetőleg idegen. Ott a másik idegen gyerekére idegen gyerek, és akkor az van, hogy na, akkor most dobáljuk a gyereket, akkor eldobod, és így megállsz, nézed, gondos apa képét veszed magadra, nézed, hogy hova esik a srác, és kijön a vízből. Tehát gyanútlanul a dobás közben kezdesz el pisilni, hogy azt mondja, nézni, jó apuka, dobálja a gyereket közben, senki nem sejt, éppen belebrunyálsz a velencét. Ja, az igazi gyerek jön? Azt hittem, hogy ez nálad egy slang, hogy jön a gyerek. jön a gyerek, most jön a gyerek. És felúszott a víz felszínére a gyerek. Nem, hogyha így a gyerekkel vagy, de kell, nekem kell az a nyugalmi állapot. Tehát az, amit te mondasz, hogy úszás közben, vagy hogy folyamatos mozgásban van, nem indul el. Meg hát, hogy a rossz előtt tekintetek, aztán már tudsz menni. Rossz előtt tekintetek vesznek körül néhány másodpercen belül, akkor legfeljebb azt tudod mondani, hogy sohoma. Kicsi. Igen, hányszor megbeszéltük, hogy nem pisilünk a vízbe. A gyereknek elnézik. De tényleg, a gyerekkel mi van? Mert tőlem a Benni mindig megkérdezi. Lehet, nem lehet? És akkor döntés helyzet elé állít állandóan. Ha tehát, vannak hogy... a parton, akkor nem lehet. Akkor menjék ki a nádashoz. Hogy ne lehetne? Uh-huh. Most azt mondod a többiek előtt, hogy Benni... Nem, nálunk az a rendszer, hogy oda jön, és a fülembe súgja, hogy apuci pisilni kell. Aha. És te visszasúgod, hogy engedd el. Csak mondom, hogy oké, na akkor pisi bele. Nyugodtan, persze. De ő mindig választás elé állít. Tehát ugye jön az inger, de hát nyilván tehát a reflexek működnek, és ő medencében, úszodában, jacuzziban, bárhol nyílt vízben, ő mindig megkérdezi. És én mindig körbenézek, és aztán döntök, hogy de lehet... ha sokan vannak, akkor azt mondod, hogy nem. Ne, ha sokan vannak, mondom azt, hogy na most, Benik. Hagyjál nekünk. Hajrá. Szóval, hogy a gyerek ugye az nevelés kérdése. Na, de hát pont ezért, ha most elkezded, és mondod mindig a gyereknek, hogy menjél ki, és pisilj ott, akkor meg fogja szokni, és később felnőttként nem fog vörös szemeket okozni. De miért ne pisilhetne bele a Balatonba, vagy a Velencei tóba? Hát az én engedtem, hogy medencébe is belepisiljen. Tehát nekem ezzel nem volt bajom. De mindig megkérdez. Jobb, hogyha megengedett, hogy a Balatonba pisiljen bele, mint hogyha mondjuk nem engeded meg, és akkor majd és akkor félreveszi a feleséget. Nem biztos, hogy ez a Vikire igaz, de azért számtalanszor látok már, amikor ugye a kisfiút arrébb viszi a gondos anyuka, és kb. 5 méter a lángosozó, palacsintázó a strandozóktól, ott pisilteti meg a homokozónak a sarkában, hogy azért mégse a vízbe. Amikor fürdöm a Balatonba és elúszik mellettem valami sokkal durvább, azon gondolkozom, hogy na azt hogy. Tehát ahhoz már viszont... Mire gondolsz? Virágos gumiúszósapkára? Nem. A pisilés ellenkezőjére. Hogy ahhoz viszont pofa kell. Tehát ahhoz azért nagyon bátornak kell lenni. Nem? Hát meg hogy oldod ott, meg? Hát ott úszkálsz, becsobbansz a vízibicikről, és azt mondod, messze a budi, ugye? De. És azért én nem egyszer látok ilyet a Balatonba. Vagy vonzom, vagy hasonló, nem tudom. De hogy nem lehet, hogy... Én azért láttam már nagy csodát a Balatonba, olyat is
is, amire büszke lettem volna, hogy a minden, a kutyafát. De nem lehet, hogy a, azt a mindenit neki. Összetévesztetted a buzogány fejrészével, amit ott lengedezik a sásban. Nem, én láttam tényleg. Láttam, figyelj, lehet, hogy az nagyon bátor. Lehet, hogy barna kód volt is, azért történt csak a dolog. És mi van akkor, érted, hogyha a hajnalba kimegy egy horgász például a kis ladikjával, és akkor egyszerűen messze volt a part. Hogy beugrasz, tehát körülményesebb levetközni, beugrani, mint hogy egyébként kievezni. Tehát az jóval körülményesebb szerintem. De ott a fürdőzők között, amikor elúszik egy ilyen, az szerintem egy picit bátor. Nem? De kiugolsz a csónak szélére? A másik, hogy ott bemászol? Hát, nem, a csónakban nem szabad. Tehát, hogy a csónakban felállni nem szabad. Én egyszer ezt próbáltam egy vizitúra során. Egyrészt pont azt a pillanatot még elkapták, amikor még álltam, és könnyítettem magam, a következő pillanatban pedig már benn voltam a vízben. Tehát nem lehet. Az egy külön gyakorlat, úgy állva maradni. Hát, hogyha meg a nagy dologról van szó, akkor meg aztán. Az kérdéses, igen. Na nézzük, hogy milyen hétköznapi bűnöket követnek el mi hallgatóink. Jó, egy kicsit tágítsuk ezt a dolgot. Nem csak arról akarunk beszélni, hogy kinek a gyereke pisül bele a medencébe, vagy ki engedi. Vagy felnőtt létére ki az, aki odaúszik idősebb termálfürdőzők mellé, és egy nagyon pervers mosollyal úgy pisül bele a termálmedencébe, hogy öröm lenne nézni. Bár ilyeneket is írjatok nyugodtan. De mégis nézzük meg, rengeteg hétköznapi bűn van, amit az ember elkövet, és hát ez most vagy meggyunja otthon, vagy elmormol egy halkimát, vagy nem, minden esetre ezeket néha jó elkövetni. Értem ez alatt azt, hogy mit tudom, ilyen pirosban te átmész gyalogosként, ugye erről már sokat beszéltünk, vagy megállsz mondjuk egy olyan helyen, ahol nem szabadna, beleeszel a boltokon, a kifli csücsökbe, nem tolod vissza a bevásárló kocsit, mert te inkább ott hagyod azt a rohadt 100 forintot, és azt mondod, hogy nem, te egyszerűen képtelen vagy visszavinni, tudod, hogy azt elköveted vele, tudod, hogy bunkóság, de nem, egyszerűen nincs erőd visszavinni. Hazaviszed a szállodából a törölközőt, kicseréled a minibárban az őszilevet, ugye? Mindenkinek vannak hétköznapi bűnei, tehát kinek milyen apróságok vannak, amiket nem lehet a komoly bűn kategóriájába besorolni, viszont hétköznapi apró kicsi bűnnek számít. Bár mondjuk a szállodából a törölköző ellopás, pont 3 napja csináltam, amikor azértünk, külföldi szállodából nagyon felújítottuk a törölközőkészletet. Gyerekek, muszáj. Mégis csak 300 forint egy flottír törölköző. Igen, télen, amikor azt előveszed, eszedbe üt a nyár. Csak nekünk volt nehezebb a visszafelé bőrönnünk, mint az odafele, mert tele voltunk törölközővel. Én szállodából igen. Én ezt bevállalom. De milyen hétköznapi bűnöket követtek el? Jó, írjátok meg nekünk, nincs olyan hallgató, akinek nincs. Rágógumi asztallap alá. Rágógumi asztallap alá, DVD kölcsönzőben, az erotikus részlegnél hosszabb áldogálás, miközben a feleségetek éppen a halál 50 óráját akarta régen kikölcsönözni. Milyen kicsi, apró hétköznapi bűnöket követünk fura el? Fura ízlés, de szimpatikus. Szerintem jó, hogy te a pornó részleget nézed, miközben a feleséged éppen egy teli szavalasz filmet akar kikölcsönözni. Kinek milyen... Hát mind a ketten a kopaszra buktak. Igen, mind a kettő a kopaszra, igen. Kinek milyen bűnei vannak? Milyen bűnök vannak még? Nekem most így hirtelen ezek jutottak eszembe. Ezek a legsztereotípabb bűnök, ugye? A bevásárlókocsi, a törölköző lopás, a boltok polcain való belevés, medencébe pisilés például. Hát puki a lisztben, másra fogni. Aha. Az keményebb. Igen. Hát ha valaki, ez minimum 3-an kell lennünk, azért ezt érted. Tehát, hogyha valaki beszél, de uram, de hölgyem. Azért az elég átlátszó. Hát, egyébként annak is van íze, ha egyedül vagy. És kiszállsz a 6-on is, vagy az 5-en hát is pont, tudod, hogy 4-en szállnak be. Tudod, szkúzi, kiszállsz, kilépsz. Nem én voltam elő, én már így szálltam be. Nem, ha jó fej vagy, nem mondasz semmit. Ha igazán bevállalós vagy, akkor úgy lépsz ki a liftből, hogy 4-en szállnak be, és semmit nem mondasz. Kilépsz, elmész, és egy halk mosolyt el, elnyomsz magadban, és kész. Ha ott már elmondod, hogy szkúzi, meg nem én volt, az ki kell szállni. Ott sem. Gyere, benéztétek. Sajnos. Ez a nagy igazság. Jó? Tehát várjuk akkor tényleg, mindenki gondolját. Ne legyetek szentek. Ne játsszátok el, hogy nektek semmi nincs, mert itt mi most egy csomót bevallottunk. Tényleg. Én lopok, medencébe pisilek, és a gyereket tuszítom arra, hogy a termába pisilj el öreg néniket. Kiflit eszel? Na, de ti meg szentek vagytok megint. Tessék mondani, ki mit csinál? Nem tehetünk róla. Nem pisiltek medencébe, nem loptok törölközőt, nem visszaviszitek a kocsit, kiveszitek a 100 forintot, amit bedobtatok. Hát most én 4-et magamra vállaltam. Megint két szamaritánussal ülök itt, megörülök már komolyan. Ennyire jó vagyunk. Két ilyen szamaritánus itt ül, és jól néz rám megvetően, hogy belepisítsz a medencébe. Néha nem csak kezet mosok.
A csapban. A miénkben? Na, tudtam én. Nem már, fölkucorodt. Mi? Fölkucorodsz erre a kézi csapra, azért áll a víz megint, mi? Ma reggel is de volt. De csapkodott befelé ne, hátra? Mosok. De mi? A kis Jancsit? Persze. Vagy. Kis Jancsi, hát azért. Jó, a marsabot. Fölér az odáig. De várjál, ez egy nyilvános budéti, hogy jönnek be, ezt nem tudod bezárni. Hát dehogy nem, de van rajta kis. Ja, a férfi WC. Persze. És megmosod a makkot? Hát meg. De miért? Hát azért, mert hogyha nem miután megtudom, néha ráragad a WC papír, és nem tudom, hogy lesz-e. Na, akivel ez én még nem fordult nem mosok elő, kezet. Férfiként az hazudik. Én abba többet nem mosok kezet. Igen. Bocs, de én az utolsó néhány cseppet nem a gatyámba szoktam ereszteni, hanem letörlem egy papírral. Sokszor használom de valamikor ezt. Feltapad az a rohadt papír, mert olyan minőség. És akkor lemosod. Hát miért, mit csináljak vele? Töröd le egy másik papírra. Ledörgöljem róla, hogy hívják a bőrradírra. De mi? Nem szárad rá egy perc alatt? Hát azért még csak az levehető. És abban most dugolja. Jó, majd legközelebb szólok. Én a puha kis kezeimet kis én mosom. Én egyszerűen fölé a arcot mosni. Jézusom! Soha többet nem megyek be abba a buzul. Én abba a csapból néha iszom. Ah! Igen. Igen. Előbb kellett volna szólnom, bocs. Volt más is. Atya Isten. Na jó, hát ilyen bűnökre gondolunk, jó? Ki mit csinál a munkahelyen? Tessék, kihasználni a lehetőséget. Egy bűn meggyonása, egyel több szebb év a mennyországban, jó? Erre gondoljatok, ha nem gyontok, aha, akkor viszont plusz 30 év a pokolban. Plusz 30 évet kaptok a pokolban. Jó, írjatok, mi pedig jövünk a játékkal. Aki játszana, az is írjon nekünk SMS-t. Jövünk Ákos híre után. Háromnegyed kilenc lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és a hetes komolyabb témánk után egy kicsit vidámabb témából folytatjuk. Ugye kiderült, hogy hát miért vörös a szemünk úszás után, megállapították, hogy bizony tévhit, hogy a klortól, mert hogy a klór reakcióba lép a vízben található egyéb dolgokkal, mint vizelet, izzadság, hámsejtek. És hát minél vörösebb a szemed az úszás után, annál jobban el kell azon gondolkodnod, hogy az a medence, ahol úszol, az bizony nem teljesen tiszta, mert az ember ugyan, hát vörös szemmel jön ki, azt mondja, viszket, de jó, de legalább van klór a medencében, viszont van klór, de sok a pisi benne. Minél vörösebb, annál rosszabb a medence állapota. Azért ezt nem árt tudni. Amerikai kutatót állapították meg, mert hogy a klór reakcióba lép a vízben található egyéb dolgokkal. Akkor ezek szerint nem igaz az a teória, hogy a medencékben van olyan anyag, ami kékre színeződik. Az kamu, persze. Én már akkor mindenhol kék lennék. Igen, tehát nem úgy a medence víze, ő maga egy avatár lehet. Gyerekek, messze is van a WC, fázol is, a melegben is ülsz, de ne hoznád magad ezt az Adria feelinget. Legyünk őszintén, nincs kélyesebb érzés, mint belepisülni egy medencébe, ahol még négyen üldögélnek mellettig is. Pancsoljunk, álszott. Pancsoljátok, és legalább jobban keveredik. Köszönöm, de jó, mint egy ilyen nagy felhőbe belepisülni, higgyetek el. Jó, arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk hétköznapi bűnöket, mert hogy mindenki követ el, és próbáltuk benneteket úgy helyzetbe hozni, hogy mi is bevallottunk néhányat. János elmondta, hogy szörnyű dolgokat művel a Klassz FM férfi mosdójával. Feldolgozhatatlan. Tulajdonképpen én lakatot is tettem erre virtuálisan, soha többet ahhoz a mosdóhoz nem megyek. János elmondta, hogy néha a kis marsalbotját azért ő ott egy picit beáztatja, mert hogy ugye rá ragadnak a WC papír darabok, és megállapítottuk, hogy mindenkinek van hétköznapi bűne. Ki a bevásárlókocsit nem viszi vissza, ki beleeszik a munkahelyen a kollégája ételébe, ki egy kicsit a zöldséges pultot dézsmálja, ki fölemeli a zöldséget és kevesebbet mér a mérlegen, ki mit gondolatban ezerszer megölte már az anyósát úgy, hogy az anyós nem tudom milyen kereszt halált halt már minden nap százszor. Hétköznapi bűnökről faggattuk hallgatóinkat, és hát jönnek jó SMS-ek, hogy ki milyen hétköznapi bűnt követ el. Most voltunk Horvátországban, ahol a szemünk előtt kakilt bele egy 4-5 éves kislány a tengerbe séta közben. Az anyja leöblítette, nevetve vízzel. Egy óráig nem mentünk be. Na most kakilnia kellett a gyereknek. Na, mit csinálsz vele? És messze volt a WC. Nagyon nem tudsz mit csinálni. Igen, tengerpart, nem volt. Na, de hogy milyen hétköznapi bűnöket követnek még hallgatóink? All you can eat kínai étteremen elspájzolom kicsit a tavaszi tekercset. Később is ehessek belőle. Tehát el is viszed?
Persze. Új, de szép. Nincs prostobb dolog annál. Talán a medencébe pisilés, amikor egy svédasztalról te csomagolsz és hazaviszed. Gyönyörű. Néha rossz kedvem van, belehajtok a busz megálló melletti pocsolyába. Ez nekem ez zsivány. Ez Laci tetszik. Küldten, aljas, zsivány, de az, hogy bevallod, az bátor. Tudom utálni azokat, akik ezt megteszik, de most ugye nem ítélkezünk, csak arra kértük hallgatóinkat, hogy gyónjanak nekünk. Utálom, amikor a boltban a szatyorért fizetni kell, a kasszasorról leveszem a szatyrokat, összemorzsolom a kezemben, és már is otthonról hoztam. Ja, hogy gyűrötnek tűnt. Igen, persze, nagyon-nagyon. Mert én is gyűlölöm, hogy azért pénzt kérnek. Tehát ott hagysz valahol, ezt meséltem nektek, egy könyvesbolt, ilyen karácsony előtt mindenkinek könyvet vettem, 25 ezer forint volt, és azt mondja a kislány, hogy 200 forint a izé a zacskó. Picit bántó. Hát, nem a 200 forint, hát, csak nem azért, igen. Csak érted, ott 25-et kifizetsz. Jó, mondjuk, hogy az arányokat nézik, akkor ilyen alapon mondjuk veszel egy új autót egy autószalomba, és akkor még leveszel magadnak még mellé egy motorolajat, ami egyébként önmagában az autóárahoz képest semmi, mert hogy te ott hagytál 9 millió forintot egy autóért, nem? Nem. De. Szerintem meg rohadtul de. Nem. Abszolút nem. Aha. De mi, hogy jön ide az még autó? Ez a 3-4 meg... illatosító, meg ez, hisz annyi pénzt hagytam itt a szalomban. Én nem hiszem, hogy ez plusz dolog lenne, amit el akarnál kérni ha az autóhoz. Ha az a gyors pénzbe kerül, akkor fizetsz érte. Hogy hagyjál már? Kifizettem, nem? Azt csak nem érted, hogy ott hagysz valahol 25 ezer, és akkor 100 forint izé az acskó. Hagyjál már. Nem? De. De nem, most azt mondtad, hogy nem, most már nem visz akkor. 100 forint. Nem a 100 forinton az elv, hogy 25 ezeret ott hagysz valahol. De a számok emberre számoljuk már ki, hogy ez arányaiban mit jelent. Például egy autóvásárlására sok minden belefér. De az olajat még egyéb dolgokra használod, a szatyor, hát tényleg rohadékok. Hogy viszed el a könyvet? Így viszem el a hónom alatt a könyvet? Hát de ha egyszer pénzbe kerül. Így viszem el. Hogy viszed haza egyébként a könyvet? Vettél 10 könyvet a szeretteidnek. Sose vettél 10 könyvet. Jó, most mindegy, nem is én voltam. Én nem akarok beleszólni a vitában, ezért sose vettem. Imádom, hogy végre ti vitatkoztok, nem velem valaki, csak azért mondom, hogy sose vettél 10 könyvet. Ne heréljed ki a sztorit, egy ismerősöm elment a könyvesboltba, vett 10 könyvet. Érted? És akkor ötöt az egyik hóna alatt. Azért mondtam, hogy ismerős. Ötöt az egyik hóna alatt, ötöt a másik hóna alatt viszel. Ügyetlen, ott kell kiolvasni, ahogy én szoktam. Az autóban beülsz. Na a másik, leül és kiolvassa a könyvet. Na az is szép. Ez is fadalom záróra. Az autóba beülsz és elhajtasz vele. Oldal. Érted? Ahhoz nem kell zacskó, de tehát ezért nem jó a példa azzal a rohadt motorolajjal. Uh-huh. Egyébként meg járna a plusz olaj, de tök mindegy. Ah, ja persze. Kétszer öt könyvvel elindulsz, hogy hogy? Mondjad, Anna. Figyelj, csodálkozom, hogy Jani most ezen az oldalon áll, mert nekem puffogott egy olyan, nem tudom, másfél-két évvel ezelőtt, most szembesített, hogy cukrászdába kifizettették veled a dobozt, egy marha elegáns cukrászdába. Istenem a doboz! Nem fizettették ki velem. Nem akartak dobozt? Nem fizettem ki, azt mondták, hogy egy bizonyos ár alatt nem jár. Na, tessék. Na, miért nem jár? Na, de várjatok. Na, de várjatok. Mennyi volt az a 4 süti? 1200? Konkrétan, csak mondom, hogy konkrétan nem adtak csomagolást a tortákhoz. Az a doboz, amit ők adtak, az volt a csomagolás. Mi a tenyerembe hozzam el a krémeseket? Én miért én a hónom alatt a könyvet, illetve az ismerősöm? Építsék bele az árba, és akkor nincsen vele semmi hát probléma. Hát 25 ezerbe csak benne van a 100 forintos szatyor. Na én igazán, legyek. Nem 1200-ért vettem, izén 4 krémes. De halljas te, te csak jöttél belugatad, azt menekültél. Milyen rohadt vagy. Ugyanaz. Biztos ugyanaz. Micsoda? Hogy lenne már ugyanaz? A 4 könyvér, egy szatyör és a nyambat, 4 krémes, hogy legyen benne a csomagra. Nem kellett volna egy exkluzív cukrászdába vinnem kellett volna magam egy tálcát? Én nekem mindenkinek a könyvesboltba szatyrot? Igen. De miért? Hát, de miért ez ne? Miért? A tiéd miért igen? Azért, mert mondjuk, tehát, hogyha mondjuk a friss levegőn, meg a mitörőjén a porban, meg az utazás közben, meg a szállítás közben a könyv nem sérül. Hát de, és esik az eső. Figyelj, egy krémes meg attól legyen. De mi az, hogy adtak 4 krémest így tálcán, hogy elvitt erre, kérted? És nem adtak hozzá semmiféle csomagolást. Hát csak egy papír csomagba berakta. Semmibe nem rakta hogy bele. Hogy mi tálcán és adatta? Azt mondta, hogy tudna hozzáadni egy dobozt. Azt mondja, az nem jár berakta. Hozzá. Hát nem rakta bele semmibe, a dobozba rakta bele csak. Hát de mit rakja? Nem tetszik tudni becsomagolni? Nem. És akkor mondom, de akkor hogy fogom tudni elvinni? Doboz, de 50 forint.
mondom, de ő nem is 50 volt, hanem valami 150 vagy valami 200, mondta, igen. És akkor azt mondja, hogy nem jár hozzá. Mondom, mi az, hogy nem jár hozzá? Hát mondom, itt hagyok 3000 forintot, és tudod, nem... mennyibe kerül 10 könyv? Na, tudod te mennyibe kerül? Mert én nem tudom. Na. És a képes könyvek drágábbak? Hát 3000 egy könyv már lassan. Na, az 30000 a 100 forinthoz, a te nyomorult 1500 forintos krémesedre, a 100 forint... Olyan volt egyébként. A 100 forintos doboz, az nem jár. Az tényleg nem jár árérték arányba. 1500 a krémes, 100 forint a doboz. Jó. 30000 a könyv, 100 forint az acskó. Döntetlenre hozom a csatát. Döntetlenre hozom, jó? Csak, hogy még maradjon SMS-re ikre idő. Igazad van, veled vagyok. Hát akkor ne vagy az ismerősöddel, vagy az a távoli rokonoddal, aki csak azért, mert jobban szereted a könyveket, mint a krémeseket. Egyenlő a dolog egyébként. Utálom a barátom kőkét, legszívesebben ledarálnám, a fogkefével rendszeresen vakarózok alulról. Ha én csinálom a kajáját, néha beleköpök. Csaba, nem, érte, ez kicsit kemény. Nem, ez sok. Hipermarketben megelem a zöldség zacskóját, mikor a mérlegre helyezem, hogy kevesebbet mérjen. Sinkukucs írta nekünk. Azt mondja, 10 emeletes panel, 3. emeletén lakom, a liftnél mindig felküllöm a 10. miután kiszálltam, mert én is állandóan megszívom. Ne, tudtam ezt én, hogy ez a bűnök ország, a gyerekek, itt mindenki tele van kicsi, apró, hétköznapi bűnökkel. Töredelmesen bevallom, tisztelt Morning Bíróság, hogy imádok a nejemmel ruhát vásárolni, legfőképpen a próbafülke környékén. Csabi küldte nekünk. Szexelnek a nejével? Hát, igen. Kis, ez az. Én szupermarketekben, amikor vásárolok, rendszeresen lenyúlom az újságokban az ajándékokat. Mini kozmetikai cuccok, minták, CD-k, ékszerek. Otthon igaz, nem használom őket, sokszor az újságba bele se lapozok, csak azt nézem, miben mi van. Nem bírom ott hagyni. Kicsi ciki. Anita küldte nekünk a legalja kilobdosni a nyereményt. Ajándékokat újságokból, de tetszik egyébként. Azt mondja, hogy ma reggel szexeltünk a kolléganőmmel a benti irodai asztalon. Ha tudnák a többiek, mi volt itt reggel. Egészségedre. Azt mondja, hogy én rendszeresen pukizom a bolt sorai között, majd egy sorral arrébb megyek. Sanyika küldte nekünk. Azt mondja, múlt héten a 3 éves kisfiam belekakilt egy népszerű élményfürdő gyerekpancsolójába, arra a napra lezárták, ártatlan pofával elsunyogtunk. Iszonyú ciki volt, tiszta lelki betegek vagyunk azóta. Igen, ott mit csinálsz, meg próbált kézzel összeszedni. Tehát... Igen. Igen. Aprócska bűn, jobbra kanyarodás a Baross és a Robert Károly körúton, szerintem nem nagy bűn, de azért díjazták 5000 forinttal. Azt mondja, hogy a tetyóba az önkiszolgálónál a pékáros súlyát kell nézni, és a 30 forintos kiflit kell beütni a drágább helyet. Ó, de csúnya ez, de csúnya ez. Takarító cégnél dolgozom, tisztítószer, WC-papír, kéztörlő, minden hónapban viszek egy kicsit haza, így legalább nem nekem kell megvenni. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nekem a tetyóban mindig bejátszik egy-egy békönös sajtos tangli, sétálok 3-4 sort, addig el is fogy. De szép. Hát erről is beszéltünk. WC-papír tekercs, utolsó kockáit nem használom el, így a hengert nem nekem kell eldobni. Írt egy hallgató. Ez nagyon tipikus. Igen. Telepukizom a liftet, végig nyomkodom az összes emeletet. Roli küldte nekünk. Vízmintázással foglalkozom, a medencé klór tartalmát szabályozzák, úgyhogy sajnos a hír tényleg igaz. Jó fürdés mindenkinek! A francba. Ezt pedig Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát ezek. Ezek a kis hétköznapi bűnök, amit hallgatóink elkövetnek. Beleiszom a tejbe és visszarakom a hűtőbe, jött még ez is SMS-ben. És medencébe pisilés alap, árcipke kicserélése a hiperben. Alap 15 zsömle az acskóban, ne csak 10-et fizetek. Alap, szállodából mini vaj lopás alap, étteremben szintén alap. Egyszer élünk, írja Orsi. Mi most nem ítélkezünk. Nem mondunk ítéletet, nem, de nem találkozunk a pokolban. Ott leszünk mi is, ott lesztek ti is. Ez egész biztos. Na játszunk gyorsan egy játékot, hármas ugrást már is valakivel. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Vannak igazán aljasak. Bevásárlok kocsit, mindig odaadom a hajléktalannak. Nagy köszönet, nem volt benne pénz. HG küldte nekünk. Ez már nem a hétköznapi bűn, ez már a direkt kitolás, kicseszés, aljaskodás valakivel. Ez már több. Nem? Mint hétköznapi. Tehát, direkt csinálod, és tudod, hogy át is vágod, ez már nem az a kategória, ez nem jó felség. Halló, jó reggel! Jó reggel, szervusztok, Attila vagyok, Kőbányáról. Hello, szia. Attila! Szervusz, Balázs, hello. Sziasztok! Most még mindenki kezet fog mindenkivel, és meg is... Igen, így van, hagyjuk, hogy így vagyunk. Hello! Na, mindent el is mondtál. Milyenek a kérdések, Jani? Vihető. Simá. Igen? Könnyű volt? Még nem, de majd lesz. Majd kiderül. Ettél valami brutál sütit hétvégi jobb kedved lett, és könnyűt írtál? Nem, mostanában keveset eszek. Az elmúlt 2 hétben 2-szer voltam csak cukrászdában. Nem, mi történt? De zárt el, kötözött? Nem, már hozatuk házhoz. Ja, valami változott, igen. Így szól az első kérdés nyakba akasztóját. Figyelj!
Melyik legendás televíziós sorozat főhőse Jack Bauer? Hát ez egy fantasztikus film, a 24. Igen, így is van. Nagyon jó vagy. Menjünk tovább? Menjünk, persze, szeretném végigjátszani. Így szól a második kérdés. Sapkáért. Melyik városról kapta a nevét a fűszeres vajjal töltött rántott csirkemál? Fűszeres vajjal töltött rántott csirkemáj? Gordon Bleu? Melyik városról? Melyik városról? Amikor fűszeres vajjal van töltve a csirkemál, hát az a kijevi. A kijevi, tényleg. Azt de akartam mondani, az lett volna a második. Teljesen. Ilyen vagyok. Na, jó. Hát csak szerintem a pillanatnyi sok, mert hogy ez tudható volt. Ez a kijevi csirkemel, persze, ez a fűszervajas csirkemel. Nagyon sajnálom. Meg a Cordon Bleu az borjú, nem? Jó esetben. Cordon Bleu. Cordon Bleu. Cordon Bleu, tényleg. Cordon Bleu. Cordon Bleu. Rövid játék volt ez, köszönjük szépen. Sajnálom, fiúk. Szia. Hello. Semmi gond, szia. Átadjuk, ciao. Nem adjuk, csak mondjuk. Hello, hello. Puszíltak, Anna. Na, jött még egy SMS. Ebédfutár vagyok, irodaházakba viszem a kaját, közben kieszem a közös hűtőkből a Túró Rudit. A társasházi panaszlevelekre én válaszolok mások nevében. Szégyellem, de feldob. De agyás, jó, de szép. Atya úristen. Társasházi panaszlevelekre mások nevébe válaszolni, az szerintem egyébként jó arc. Tehát az jó felség. Kedves szomszéd, értékelem a problémát, és beírsz, ami olyan aljasat, hogy hát és összeugrasztod a két ember, tudod. Őszintén szólva, problémája a legkevésbé sem érdekel. Igen, hagyjon engem a hülyeségeivel, ha valami baja van, jöjjön fel személyesen az első emeletre, és csöngessen be a hatosszámmal. Így járt pont. Viszlát, szép nap. Gyönyörű. Hát igen, ilyen kis hétköznapi bűnökre gondoltunk, igen, és közben kienni a Túró Rudit, nagyon szeretjük minden pillanatát. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos híre után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pesgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és belevágunk az utolsó egy órába. Ez még mindig a legjobb Bieber's dal, egyébként nem sikerült ezt überelni. Nem? Ez még mindig a legjobb dal. Koncerten, gyerekek. Milyen jó koncerten a srácok. Milyen jó koncerten a srácok. Igen. Én nagyon szeretem a Puskás Petiéket, hát én a nehezen ismertem rá erre a dalra a parkban például, de nekem sok bajom volt azzal a koncerttel. Tényleg? Szerintem a Puskás Peti nagyon jó frontember, meg, de úgy valahogy nem állt az ott annyira össze, kicsit furán. Én voltam egy másikon is, az nem biztos, hogy ott az ő hibájuk volt, én voltam egy másikon, a Velencei Fesztiválon ugyanez az erő robbantottak, tök jó volt. Még zenéleg jobbak voltak sokkal, mint a Velhello, mert ugye Bieber és Velhello volt, ami mi voltunk. Hát a Velhello inkább egy trend, ahol ott kell lenni, és inkább egy jelenség. Zeneileg azért az... Nehéz öt dalból másfél órát csinálni. Nem volt annyira erős. Igen, nekik mázliuk van, mert ők baromi jól csinálják, de a Velhello az ugye nem zeneileg jelent valamit, hanem a Velhello mint egy esemény. Tehát, hogy az trendi ott lenni, aztán Instára, Face-re posztolni, hogy én itt vagyok a Velhellón. Tehát ők inkább eseményt csináltak magával a koncerttel, zeneileg alig értékeltő. Azon kívül, hogy van egy-két baromi jó daluk egyébként, ahogy az ott színpadra állt és megszólalt, kevésbé volt jó, de az ő koncertjükön ott kell lenned, ha utána posztolni akarsz, nem? Tehát az, mint egy esemény. Valamint Velhellóra. Igen. És akkor megyünk a Velhellóra, és akkor ott van egy ilyen közösség, akit összeköt az, hogy mindenki Velhellón van, nem? Ők egy ilyen trendi dolog lettek. Egyébként baromi ügyesen csinálják a Flórék, meg jók, is, meg jók a szövegek. Amikor rádióban hallom, mindig jó, meglepődtem, hogy nagy a különbség a színpadra állítás és a dal között, amit az ember rádióban nem hall. Volt olyan sodrása. Nem volt olyan, nem szólt úgy, igen. Tehát az inkább én az esemény kategóriába soroltam, mint egy élvezhető, nem tudom, popkoncert kategóriába. Ehhez képest a Bieber az sokkal, sokkal jobban szólt, és sokkal ütősebbek. Én legutóbb még a Cele vagyok forgatásán voltam Puskás Peti koncerten, akkor nagyon meggyőző volt, az nagyon tetszett az a produkció. Nyilván emlékeznek rá, akik látták a műsort. Azután nem voltam se Puskás Peti, se Bieber's koncerten, nem is nagyon tervezem, de ott nagyon meggyőző volt a Peti, és azt tetszett nagyon, hogy ugye olyan körülmények között is
egy az egybe hozta a hangokat, nem volt fals, tök jól tolta le az egészet, miközben azért láttam én már egy-két zenei tehetségkutatón akár győztes énekest is, aki élőben enyhén szólva sem volt meggyőző. Ő viszont igen. Igen. Mert nem volt fals, és jó fej volt. Nem, jó, még jól énekel, igen, és ez a dal is jó. De van egy csomó új daluk már egyébként. Körgyűrűn az M1-es Győr felé beállt minden. Meneküljetek. Trafi a 6-oson az 57-es kilométernél a Budapest felléről jövőket bérik. Aztán alkohol szondás ellenőrzés Szilsárkányban kenyérfutár küldte ezt nekünk. Feri, hogy volt a villanypásztorral? Mi van? Valamilyen tévéműsorral meséltél a villanypásztorról? Uh-huh. Endre kérdezi. Lemaradt róla. Is. Hogy lepisíltet. Igen, legszebb élménye. Megcsipett? Nagyon rossz. Nagyon rossz. Nem csináld meg még egyszer. Egyszer tréfából, meg egyébként mondták is, hogy menjél nyugodtan oda. De kellemetlen. Meg 70 felett, hogy újraindítsa. A műszer. Kicsaptad a villanypásztort, igen. Na, azt mondja, hogy a 7-es út a Velencénél is szuper trafi van, Krisztián küldte nekünk. Trafi van a 6-oson, méghozzá 6-os számú főúton Dunaújváros előtt, Dunaföldvár előtt, Paks előtt. Mindenki vigyázzon. A Barcsi elágazásnál. Ez lehet, hogy a kettő ugyanaz, szintén a 6-oson van. Most így hirtelen fejben nem tudom összetenni, minden esetre ott is. Ott is vigyázzatok. Ákosunk egy kicsit beteg, kérdezitek, hogy mi van a hangjával. Ákos abszolút híró ma reggel, küzd, igen, dolgozik, kezeli magát, gyógyszerezik, és minden egyes hírnél, vagy a hírperceknél egy kicsit ő meghal, hogy hozza a mai napot. Nem így tudjuk van. Még, mi lesz holnap, de ma nagy küzdés van, ezt látjuk, le a kalappal. Óriásit harcol önmagával, és a betegségekkel tulajdonképpen alig tud beszélni. Sajnos tegnap a Total Brutal Metal Klubban szétültötte a hangját egy szepuszámra, és ez lett a következménye. Van ember a csapatban, akit szívesen látunk reggel helyettet. Pihenjél. Így van. A hangja is kellemesebb, hát még a segge. Hát még a többi. Hát szegényként nagy küzdésben. Nagy küzdésben van, igen. Na, nézzük még a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy kigyulladt egy teherautó Nagy Igmándon, a hatalmas a füst az úton. Hogy mondtad? Az Ausztán. Ez jött így. Sautálosan hatalmas füst az úton. Sántál? Püsti küldte nekünk, köszönjük szépen. Vannak hírek, amiket nem tudok annyira értelmezni, vagy hirtelen értelmessé konvertálni, és ezért ez a dolog picit elakadt. Na, ti halljátok magatokat? Bieberc és Well Hello. Hát hogy ne hallanám? Meg vagyunk fiatalok. Hát most mi a baj? Baj, hogy 40-esek itt Well Hello-ról és Bieberc-ről beszélgetnek? Hát, ha a kulcs az az, hogy fiatalon tudjál maradni, hogy integráld a saját személyiségedbe azokat, amiket a gyerekeid hallgatnak majd. Ennyi. Hogy tudd, hogy mit hallgatnak a fiatalok. Hát addig mi is öreg papák leszünk, ha már úgy beszélünk erről. Fiatal, tehát ezeket kell tudnod, ha más, hogy megértsd a gyereked világát, hogy miben ő majd föl. Nem, kiket szeret, kit hallgat, mi a mondani valója, mit közvetít, szól-e valamiről a zen, amit hallgat, vagy csak hallgatja, mert divatos. Fia, a lányom szerint a Bieber is, meg a Well Hello is raj. Jaj. Aha. Tehát pro. Ők nagyon szerintem pro. Is. Igen, aha. Nagyon prók és raj, nagyon rajok. Pro. Elnök. Nagyon elnök. Nagyon elnök, igen. A Virág mondtam múltkor is, hogy Wesley Snipes nagyon raj, csoki csávó. Azért azt mondd meg neki. Ezt mondta. Igen, az a óvatosan. Na de ahogy ő mondta, az elismerés volt. Bejött neki. Belenéztünk valamelyik pengébe, így meglátta, soha életében nem látta még, nem tudta, hogy ki ő, és elmondtam neki, hogy ő volt az egyik legnagyobb akciófilm sztár annó még, így a 90-es években. És hogy szerintem is egyébként raj. De már te is így beszélsz vele? Fölvetted ezeket? Kénytelen ezeket? Vagyok, mert azt meg annyi beszélt, nem érti. Igen. Na, biztos sokan olvasták azt a hírt, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság elismerte az azonos nemű emberek házasságát, és hát azt mondta, hogy mindenhol el kell ismerni az azonos nemű emberek házasságát, ugye az Egyesült Államokban. És hát nagyon sok amerikai Facebook oldal, Instagram oldal szivárvány színűre színezte saját magát, és sztárok, celebek, filmszínészek, hollywoodi gigasztárok nyilatkoztak. Legtöbben egyébként abszolút elismerő módon, az ügy mellé állva, és hosszú-hosszú köszönő mondatokban fejezték ki az amerikai legfelsőbb bíróságnak, hogy itt volt az ideje, hál' Isten, és végre. És hát aztán nyilván ez a dolog, ez begyűrűzött Magyarországra is, és itt is nagyon sokan posztoltak, rengetegen írtak, szólaltak meg az ügyben, pro és kontra azért természetesen, tehát mindig
mindig van pro és kontra, ugye? Hát ezekben az ügyekben az a szép, hogy abszolút megosztja a társadalmat, bár az a szép, hát ez nyilván megítélés kérdése. És néhány portál úgy döntött, hogy ők is szivárvány színűre festik saját magukat. És megtettük mi is ezt egyébként tegnap délután ilyen 2-3 óra körül, mint Morning Show-s Facebook oldal. Egyrészt azért, mert én maximálisan támogatom ezt a döntést, lehet velem vitatkozni, sőt az értelmes érveket egyébként én nagyon szívesen meg is hallgatom. Kettő, volt bennünk egy nagy adag kíváncsiság, hogy mit kapunk azoktól az emberektől, akik egyébként kedvelnek és szeretnek minket. És egy olyan ügy mellé állunk, ami egyébként nem az mi országunkban történt, lehet vele együtt élni, lehet neki örülni, nem örülni, de az a fajta lavinaszerű gyűlölet hullám, ami tegnap elindult a Morning Show Facebook oldalán, az számomra teljesen megdöbbentő volt. Szomorú, és nem is tudom, hogy mit mondjak. Egyébként nem, nincsenek rá nagyon jelzők, hogy elvileg azok az emberek, akik egyébként bennünket minden reggel hallgatnak. Kicsit családtagok vagyunk. Állítólag szeretnek is minket. Állítólag szeretnek minket egy amerikai legfelsőbb bíróság döntésének köszönhetően semmi más nem tettünk, mint hogy szivárvány színűre festettük színeztük a profilképünket. Micsoda elképesztő gyűlölködést és gyűlölethullámot és családemlítést és gyerek belekeverését és kiskorúak belekeverését és anyázást. És hát a homofób az talán nem is erős, vagy nem is eléggé kifejező az a jelző, amivel megpróbáltak bennünket elsöpörni és lesöpörni. Én nem szoktam kommenteket olvasni, megkímélem ettől magam. Tegnap megtettem. Ma reggel is. Tanulságos volt, mi? Hát tanulságos és leginkább elszomorító, és nem tudom, hogy mi a kiút, vagy hogy tudunk majd ebből kijönni. Igen, a stílusa volt a baj, meg amit most te mondtál, hogy ez egyszerűen nem is csak a homofób, ez bunkó. Tehát amikor azt írod, hogy majd ha te gyereked, meg egyébként is, és akkor most elnézést, de idézek, a buzi, nem. Tehát, hogy ezt nem így kéne megfogni, gyerekek. Tehát igen, nem így kell menni. Abszolút errefelé. Lehet másként gondolkodni, sőt, mint ahogy mondjuk mi, semmi baj nincs vele, csak azt valahogy olyan formában mondd el, ami nyomdafestéket tűr. Így van. Ugye azok, akik a döntés mellett vannak, azok egyébként nem követhetik el azt a hibát, hogy elítélik azokat, akik a döntés ellen vannak. Mert nekem elfogadni ezt a döntést legalább annyiban van jogom, mint egyébként azoknak, akik nem fogadják el, és azt mondják, hogy én nem fogadom el. Tehát nekem nincs jogom egyébként őket elítélni, mert van joguk nem elítélni. Tehát a vita nem ez. Mert szerintem az, hogy valaki azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet, vagy valaki azt mondja, hogy neki ez nem tetszik, arra részünkről, akik elfogadjuk, ugyanakkor a hiba lenne, hogy te ilyen vagy olyan vagy, mert nem fogadod el. Hiszen ő dönthet ugyanúgy. Értitek, hogy mit mondok? Hogy a döntés nem elfogadása és a döntés nem elfogadásának elítélése részünkről ugyanakkor a hiba lenne, akik mondjuk ezt a döntést elfogadják, ünneplik, vagy örülnek neki. Értitek, hogy mit mondok? Igen, 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 abszolút értem. Csak neked is azzal van bajod, hogy... Csak azzal van a bajom, igen, hogy ilyen hangnemben, ilyen elképesztő gyűlölettel, ilyen szinten, alpári stílusban nekiállni, és azon szóhasználattal élve, amit te is mondtál, az szörnyű véget jelent szerintem. És nem is tudom, hogy mi a megoldás. Ugye ez a dolog nem szól másról, mint hogy a legfelsőbb bíróság kimondta egyébként, hogy az azonos neműek, ugyanolyan értékű emberek a házasság terén, és ha két ember szereti egymást, akkor az állam nem tilthatja azt meg, hogy ők házasodjanak. Ez nem szól másról. Csupán ennyiről. Nem? Ez a döntés önmagában. És tényleg nem kell vele feltétlenül egyetérteni, de beszélni kell róla, ha ti is úgy gondoljátok, hogy beszélni kell, csak mondjuk egy olyan hangvételt, egy olyan stílust kell megütni, hogy ez elfogadható legyen, és komolyan lehessen venni az ilyen véleményeket. Mert ha szimplán csak pocskondiázásról van szó, meg ordinári, trágás stílusban való úgymond véleménynyilvánításról, akkor azzal nem lehet egyetérteni. És én azt sem hiszem el egyébként ezeknek az embereknek, akik így nyilvánulnak meg a téma kapcsán, vagy ezt ugye nekünk intézve, hogy ők szerettek valaha minket, vagy szerették ezt a műsort, mert az én szeretetem alapvetően az a toleranciáról és az elfogadásról szól. Hogyha pedig valakivel szemben toleráns vagyok és elfogadó vagyok, akkor tolerálom és elfogadom az ő véleményét is. Ebben az esetben ezek az emberek nem tolerálták és nem fogadták el a véleményünket, ergo nem szerettek minket, vagy nem szeretnek minket, tehát ha diszlájkolják az oldalunkat, akkor mi azzal nem beszéltünk az égvilágon semmi. Így van, mi kíváncsiságból is tettük ezt, pontosan azért, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen kommenteket vált ez ki. Ugye sokan összek
és olvastam a kommenteket, egyébként egészen megdöbbentő, mert sokan nem látnak túl ezen a dolgon, és azt gondolják, hogy akkor most nekem, akkor itt már el kell fogadnom majd a homoszexualitást, pedig én nem szeretem őket, és egyébként ők is ilyenek vagy olyanok, és nem látják, hogy ebben a döntésben egyébként nem az a legfontosabb, hogy, hogy nekünk, akik ebben az ügyben egyébként nem vagyunk érintettek, mert ugye a magyar alkotmány egyébként szerintem kicsit szomorú módon, de kimondja, hogy mit jelent a házasság, hogy az csak és kizárólag férfi és nő között köttethet, hát kik vagyunk mi, hogy különbséget tegyünk egyébként. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy ez a döntés, ez túlmutat azon, hogy nekem szeretnem kell azt, ha valakinek más az orientációja, vagy nem. Szeretnem kell a melegeket, vagy el kell fogadnom. Ez a döntés, ez sokkal inkább arról szól, hogy vannak bizonyos emberi szabadság, jogok, amikről én nem mondhatom azt, hogyha nekem lehet, neki nem lehet. Csupán ezt kellene mindenkinek megérteni. Ettől függetlenül lehet kedvelni, nem szeretni őket, de ez a döntés nem csak arról szól, hogy én kedvelem a melegeket. Ez ezen bőven túlmutat. És azt mondja, hogy ezek az emberek egyenlőek, nem vagyunk többek náluk, nem mondhatunk mi, ki, heteroszexuális párkapcsolatban élők egyébként rájuk bármit, és nem mondhatjuk azt, hogy nekünk lehet, nektek nem. Vagyis mi történik? Az emberi szabadság jogokat kell tudni elfogadni. Ezt kell ebben az ügyben megérteni, nem azt, hogy akkor most a melegek házasodhatnak, nekem lehet, nekik nem, rohadjanak meg. Ezen túl kell látni. Aki nem lát túl ezen, az a saját csapdájába esik, és elviszi a gyűlölet hullám, és nem érti meg, hogy ez az ügy valójában miről szól. Hát ez pont azt nem mondja, ez a törvény, hogy neked szeretned kell a melegeket. Hogy? Nem mondja ezt, azt mondja, hogy nem. Nekik lehetőség van házasodni. Ez te azt mondja, hogy úgy gondolhatsz bármit róluk, csak ne így tedd. Ez azt mondja, hogy értsd meg azt, hogy a szexuális orientációja miatt senki nem kevesebb, rosszabb, kevesebb értékű, rosszabb ember nálad, te, aki mondjuk heteroszexuális vagy. Vagy nálad, aki mondjuk heteroszexuális. Ezeket kell megérteni, és nem azt, hogy most te kedveled-e a melegeket, vagy nem. Szóval ezek a fontos dolgok, és ezeket nem mondták ki sajnos a kommentelők, és a durva, hogy egyébként nem kell ezzel nekünk együtt élni. Tehát nem is kell nem kell nagyon nem vagyunk kárvalók ezzel a dolognak. Lehet szeretni, nem szeretni. És megkockáztatom egyébként, hogy ezeknek a véleményeknek, aki ilyen szélsőséges véleményt fogalmaznak meg, ezeknek az embereknek a 99%-a soha semmilyen hátrányba nem került, soha semmilyen kellemetlen nem érmény nem érte őket melegek részéről. Ők találgatnak össze-vissza, azt gondolják, hogy van valamitől félni való, de valójában semmiféle félni valójuk nincsen. Egyébként meg itt azért valljuk őszintén, hogy Balázs is elmondta, hogy személyiségünk, emberi jogokról van szó. És ugyanakkor meg azt látjuk, hogy az emberek kevernek, kavarnak össze-vissza mindent mindennel. És itt is vannak egyébként, lehetnek árnyalatni eltérések a véleményekben. Például én a magam módja, vagy a magam részéről, én például nem szeretem, és nem szimpatikusak számomra az ilyen csili-vili, hangos, magamutogató és szélsőséges látványvilággal operáló meleg felvonulások. Én számomra nem szimpatikusak, mert én azt gondolom, hogy a melegek társadalmi ezzel elfogadásához nem ez az út vezet. Nem ez az út vezet, ez bicskanyítogató, provokatív, stb. Igazad van. De az, hogy ki mit csinál otthon a négy fal között, vagy ki kivel házasodik össze, igen, az magánügy, semmi közöm nincsen hozzá, mint ahogy senkinek semmi köze nincsen hozzá, ez az ő magánügyük, és most innentől kezdve törvénybe iktatták, hogy ezt az állam is tiszteletben fogja tartani az Egyesült Államokban. Ahogy én is elvárom egyébként, hogy az én szexuális orientációm, meg azt, hogy kivel kötöm össze az életemet, tiszteletben tartsa az állam is, és az összes többi állampolgár, ugyanúgy ők is elvárhatják ezt magukról, nem? Nem abszolút, vagyunk. Nem vagyunk. Nem különbözünk egymástól, ugyanolyan emberek vagyunk. Abszolút igazad van. Tehát házas, azt kell megértenetek ebben azoknak, akik ilyen szinten tiltakoznak. És még egyszer mondom, nekünk, akik ezt a dolgot elfogadják, nagyon fontos kijelenteni, hogy nincs okunk elítélni azokat, akik normálisan tiltakoznak, mert van joguk nem elfogadni. Azt és a vita az mindig előrébb visz egy dolgot, ahogy nekem van jogom elfogadni, úgy a másik félnek egyébként ugyanolyan joga van ezt a dolgot nem elfogadni. És ezzel szerintem nem lehet vitatkozni. Tehát az, aki kiáll emellett a dolog mellett, de elkezdi nagyon durván anyázni azokat, akik nem fogadják el, és megvádolja őket bizonyos dolgokkal, az legalább akkora hiba, mint akik egyébként nem fogadják el. Ezt is tegyük hozzá. Tehát aki ott is hibázhatunk, hogy ha te nem fogadod el, és normálisan érvelsz, én nem mondhatom rá, hogy na persze, mert te aztán nem szereted a melegeket, és homofób vagy, ez nem így van. Érthetsz egyet ezzel úgy, vagy érthetsz egyet, nem egyet ezzel úgy, hogy normálisan vitatkozunk. Azaz szerintem nincs baj. Ez fontos. De hogy számomra totálisan megdöbbentőek voltak azok a vélemények a Morning Show-nak a Facebook oldalán, ami arról szóltak, hogy
Na Balázska, szívesen idézek belőle, kaptatok ti is mindenki egyébként, hogy Na Balázska, így szól, azt mondja, addig kértem a Vikit, hogy másoljon ki egyet-kettőt, most név nélkül, teljesen mindegy. Azt mondja, hogy itt van, figyeljetek, hogy majd ha a te gyereked, ha Benike is szivárványos lesz, azt is elfogadod majd? Semmi bajom velük, vagy pár ismerősöm, aki tényleg csípek, de rohadtul nem szeretném, ha valamelyik fiam egy nap majd színesebben látna a világot a kelleténél. Ebben ez a megdöbbentő, ugye? Tehát, hogy nem rólam mondasz ítéletet ebben és Beniről, hanem tulajdonképpen ebben a posztban az, aki ezt leírta, azt kimondta, hogy az orientáció és a gyereke orientációja fontosabb, mint a szülői szeretete. Vagyis ha gyereket, ha meleg lesz, felülírja azt, hogy te elfogadod, hát vagy nem. Felülírja azt, hogy te szereted a gyerekedet, vagy nem. Én erre tényleg azt tudom válaszolni, hogy gyerekek, nekem tök mindegy. Mert a szülői szeretet, és ez megdöbbentő volt, hogy a gyerekekkel pedáloznak, leginkább feltétel nélküli kell, hogy legyen. És akinek ez nem esik le, és azt mondja, hogy majd, ha te gyereked meleged lesz, megnézlek, az számomra totálisan megdöbbentő. Miért? Mert saját magáról mondta ki az ítéletet, és azt mondta, hogy ha az én gyerekem, mármint az övé meleg lesz, akkor nem fogom szeretni. Igen, nem mert ha neked ez a példa jut eszedbe, akkor magadból indulsz ki, és a példa alapján attól félsz, hogy a gyereked meleg lesz, vagy azt kívánod másnak kiszúrásból, mert tudod, hogy az viszont megbocsátható. A saját fóbiája, vagy az ellenőrzés a melegek iránt nagyon fontosabb, árulkodó, mint az, hogy a saját véréről van szó. Egyébként én meg azt mondom, hogy olyan értékrendszert kell a gyerek elé állítani, vagy példaképpen állítani, úgy kell élni, úgy kell nevelni, és úgy kell gyakorlatilag példát mutatni neki, hogy válassza akkor azt az irányt, de nem amit tudsz, te választottál. Hát ez nem így van, Jani, ezt nem mond. Ez egy nagyon nagy hív. Ez nem így van. Az nem attól lesz a gyerek nem az meleg, ellen, hogy te heteroszexuális vagy. Nem az, ezt mondom. Hát nem ezt mondom. Ja, mert hogyha, ez így hallatszott. Nem, tehát, figyelj, én nem fogok, hogy hívják, és semmilyen irányba nem fogom tolni a gyereket. Mind elfogadás, mind tolerancia. Így tehát, van. Te megtanítod neki, hogy fogadja el. Pontosan így van. És utána majd ő hozzon egy döntést, és én azt a döntést tiszteletben fogom tartani. Jó, nem egy pillanatra azt mondtam, hogy neveld úgy, hogy heteroszexuális legyen, és lesz, mert ez ugye értelemszerűen nem. Nem. Hát mi az anyjával, mi az apjával, vagy apjával, de hülye vagyok az apjával. Igen, az apjával is nagy álma vagyok egyébként. Nem, szóval, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek, hogyha a gyerek számára ez a nyerő út, hogyha ő azt mondja, hogy ő ebbe az irányba szeretne haladni, hogy ezeket az értékeket szeretnék követni, mert ezek a meggyőzőek számára, akkor ezt fogja tenni. Igen. Ha nem, az az ő döntése lesz, és én ezt tiszteletben fogom tartani. Kérdezném, én ezektől a komment előtt, akik beírják, és mondjuk van gyerekük, mondja, hogy majd ha Benike. Ugye, hogy nagyon fontos, hogyha a te gyerekedről egyébként kiderülne, hogy meleg, és kevésbé szeretnéd, és te bevallod magadnak, hogy kevésbé szeretnéd, akkor nem neked kell le azon elgondolkodni, hogy tudod-e, hogy valójában mondjuk azt, hogy egy szülő hogy szereti a gyerekét. Vagy hogy a feltétel nélkül szeretet az alapjával véve mit jelent, és miért fontos, és mi egy szülő feladata a gyermeknevelésben, az, hogy mindig minden körülmények között mindenhogy. Nem? Így van, bármi akkor is, ha nem illesz bele a feltételrendszerembe, így van. Akkor is. Akkor nem neked kell azon elgondolkodni, amivel egyébként bennünket megvádolsz. Tehát engem sose az értelmesen kommentelők és ellenzők szomorítanak el, mert nem, igenis vitatkozzunk ezen a dolgon, igenis legyen meg mindenkinek a véleménye. De ez a fajta gyűlölet hullám, és azért mondjuk meg őszintén, sajnos még mindig ott tartunk, hogy ez az ország azért masszívan homofób. És ha valaki értelmesen vitatkozik, nem baj, de valami elképesztő trágár módon zajlik a vitatkozás. És nem tudom, hogy van-e kiút. Az, hogy egyébként az amerikaiaknál is ez az elfogadottság, ez nő, ez nem szól másról, mint hogy az idősebb generáció egyébként ugye meghalt, és a fiatalabbak, akik öregebbek lesznek, azok effektíve már sokkal jobban elfogadják ezt a dolgot. Hogy erre például nekünk mikor van esély, azt nem tudom. És a másik, amit láttam, azért az is megdöbbentő, hogy közben pedig közszereplők és politikusok hogy reagálnak erre, számomra az is teljesen megdöbbentő. Teljesen megdöbbentő. És nem is nagyon értem. Nyilván, azon emberek, akik egyébként engem, mint magyar embert képviselnek, azok hát erről hogy gondolkodnak, és hogyha valaki szivárvány színűre festi egyébként az ő profilját, arra az a válasz néhány polgármesternek, politikusnak, pártpolitikától teljesen függetlenül, mindegy, hogy melyik oldalon áll. Hogy ő kirakja a nemzeti lobogót, azt én viszont nem értem. Hogy lehet, ha a szexuális azt identitás nem összekeverni a nemzeti identitással? Igen. Hogy? Tehát, hogyha valaki meleg az én olvasatomban, akkor az nem magyar? Vagy ha valaki magyar, hát ő ezt mondja, akkor az nem lehet meleg? Tehát mi az üzenete? Ez. Vagy magyar, vagy meleg? Igen. Vagy magyar dősd vagyok, de nem lehetek meleg. Igen, és meleg vagy, ha meleg vagy, akkor viszont nem vagy magyar. Szörnyen rossz az üzenete. És
ha ez, erre nem jönnek rá, és ezt nem realizálják, és nem fogják föl, hogy ezzel nem rövid távon, mert sajnos ebben az országban ez még inkább helyeslő kommenteket kap egyébként, mint elutasító kommenteket. De nem lesz ez mindig így, mert szerintem ez a hozzáállás is alapjából remélem, hogy előbb-utóbb azért ebben az országban is megváltozik. Szerintem nagy hiba. Nagyon nagy hiba ezt így kitenni, leginkább azért, mert bennünket képviselnek. Mi viszont magyarok vagyunk, akkor is, ha melegek vagyunk, akkor is, ha heteroszexuálisok, akkor is, ha biszexuálisok, akkor is, ha más meggyőződésűek, magyarok vagyunk, ez a hazánk, itt lakunk, nem használhatjuk ezt így ebben a formában. Szerintem ez inkább szomorú volt egyébként, és ezt nekik is meg kell érteni, hogy ez nem egy jó reakció. Igen, és azt is meg kell érteni, hogy, hogy meleg vagyok, vagy nem, az nem egy választható opció. Így van. Tudod? Tehát, hogy ha eljött a pillanat, a felismerés, akkor ez erre megy tovább. Vannak pálya elhagyóink, akik diszlájkolták? Nagyon sokan. Nagyon sokan. Idézném nektek Arnold Schwarzeneggert, aki szintén átcserélt a profilképét erre a bizonyos színesre, és egy komment érkezett, hogy mi van veled. Arni, így nem követlek többi. Arni a következőt írta oda. Hasta la vista, baby. Hogyne, ez szellemes, és jó, igen. Ennyi. És azt értik félre az emberek, hogy azt gondolják, hogy na már ők is házasodnak. Tehát na milyen kiváltságot kaptak, na mit kaptak. És ezt nézik félre, hogy nem kiváltságról beszélünk, hanem jogegyenlőségről. Érted a kettő közötti különbséget? Tehát ezt jelenti az egyik, na már ők is megtehetik, na már ők is. Persze, mert milyen kiváltságosok lettek, közben bizony nagy a hiba, mert nem jó az olvasata és üzenete a dolognak. Nem. Pontosan ugyanolyan értékű emberek lettek, mint amilyen értékű ember lettél te, úgy, hogy heteroszexuális kapcsolatot létesíthetsz és házasodhatsz. Tehát tulajdonképpen jogegyenlőségről beszélünk. Ennyi. És ezt nem értik meg sokan, csak azt látják, hogy a hülye, nem szeretem, utálom, rohadjanak meg. De túl kell tudni ezzel látni. Persze. Szóval, hogy itt van a lényeg szerintem. Hát és nyilván itt semmi különbség nincs a közt, amikor például a faji vagy vallási alapokon különböztettek meg embereket. Ebben az esetben is, ahogy ők is megérdemlik azt, hogy ugyanúgy kezeljék őket. Hogy nem. Minden más embert, ugyanúgy a melegeknek is joguk van ahhoz, hogy házasságban éljenek egymással. Így van. Így van. A profilt visszaváltoztatjuk, és abszolút nem gyűlöletkeltés volt a cél, de azt hiszem, hogy a véleményünket vállaljuk is, fogjuk is, ha emiatt hallgatókat vesztünk, és emiatt tudom, hogy ez az ország sajnos olyan, hogy most én is elképesztő áradatot fogok kapni. Az ember vidáman vállalja ezt a dolgot, kicsit feladatunk is. Jó, de ezt egyébként annyiszor átéltük már. Egyszer nem vagy ugyanazon a véleményen, mint egy hallgató. Egyszer egy kicsit szélsőségesebben válogatod, vagy szélsőségesebben fogalmazol meg egy véleményt, amivel nem tud valaki egyetérteni. Abban a pillanatban csalódott benned, elkapcsol, elteker, nem szeret már, lemond rólad, soha többet nem hallgat, stb. Igen. Mindenesetre tanulságos volt ez a dolog. Sajnos nem tudunk tovább lépni, és nem tudom, hogy van-e esély, de hát reméljük, hogy előbb-utóbb azért egy kicsit már mindenki ebben máshogy fog gondolkodni. Na, viszont van egy kitelepülésünk, méghozzá egy győri kitelepülés pénteken, úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel, mert hogy tele vagyunk ajándékokkal, és talán azt mondhatjuk, hogy ez most nem túlzás. Hogy nagyon sok ajándékunk lesz pénteken, nagyon sok mindennel készülünk, úgyhogy egy pici szünet után jövünk a részletekkel. Kulatás! Szevasztok, fiatalok! Látom, megérkeztetek! Megérkeztem én is! És velem együtt a hangulat is! Ezeket fel! A Xaritin könnyedén enyhíti a szallergia tüneteit, és egy tabletta 24 órás védelmet biztosít. 3:10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk azon hallgatóinak, akik maradtak. Szevasztok! Nagyon szépen köszönjük, ti igazán szerettek minket, és nem egy vélemény alapján törtök felettünk pálcát, mint a többiek, de hát a többieknek viszont nagyon jó szórakozást kívánunk bármilyen más reggeli műsor hallgatásához. Ha majd egyszer már ez a műsor nem lesz, a mai SMS falunkat elmentjük, és fölrakom Instagramra. Tanulságos lesz. Július 3-a, gyerekek! Július 3-a olyan kitelepülés lesz Győrben, amit a világ még nem látott, levonulunk és kitelepülünk a Győr plázában. Tesszük mindezt azért, mert hogy van egy új szolgáltatás, amit mi ott egy kicsit tesztelünk is, méghozzá egy csomagautomata szolgáltatás. Erről majd pénteken sokkal többet beszélünk, hogy ez miről szól, milyen szolgáltatás ez, és mit lehet ezzel csinálni. Mindenesetre úgy kell a dolgot elképzelni, hogy lesz majd egy baromi nagy szekrényszerű kis dobozka felállítva. A doboz talán nem jó jelző, mert hogy ez egy hatalmas nagy szekrény. Sokhajtós nagy szekrény. Sokhajtós nagy szekrény, így van. Óriás subló.
Így van. Nyitókódos lesz, berakod, gyors, kiveszed, átadod, leteszed. Tulajdonképpen csomagautomataként működik, és ezt mi pénteken hallgatóink segítségével leteszteljük. Úgy teszteljük majd le, hogy levonulunk az üvegstúdióval, mi is hárman, és telerakjuk ezeket a kis csomagautomatákat, és azon belül is a kis rekeszeket ajándékokkal. De kis ajándékkal? Mert kis, azt mondtad, hogy kis rekesz. A képzetem szerint kis rekeszbe kis ajándék. Kis? Ócsó, jelentéktelen, érted, szinte már értéktelen ajándékokkal tesszük majd tele, vagy egy, esetleg? Oda egy ilyen akármit teszünk, amit mondjuk bárhol megszerezhetsz 200 forintért? Nem. Ennél sokkal durvább dolgokat teszünk majd vele ebbe a kis csomagautomatára. Csak egy-kettőt, hogy mit lehet megnyerni pénteken, úgyhogy érdemes lehet akár más városokból is átjönni hozzánk. Csak itt sorolásképpen azt mondja, digitális fényképezőgép, kapszulás kávéfőző, 2 darab felnőtt, 2 darab gyermekkerékpár, fehér tablet, aranykártya független, okostelefon, 3D smart LED televízió. És ezek még csak egyébként egy részei. Az ajándéknak a főnyeremény pedig 4 fő részére szóló családi nyaralás 2015 augusztusában a Török Riviera. Azért ez már tényleg húzás. Ez lesz. Jönnek majd hallgatóink, reméljük jó sokan leszünk, kapnak egy kis kulcsocskát, megnézik, hogy nyitni akarják ezt a kis rekeszt. Lehet, hogy rosszabb ajándék lesz benne, mint ameri számítanak. Lehet, hogy érdemes valaki mással kulcsot cserélni. Lesz azért egy-két turpisság is ezekben a rekeszekben. Nem is biztos, hogy a legértékesebb ajándékokat fogják majd hallgatóim megnyerni, ám ha ügyesen cserélnek kulcsot, akár az is lehet, hogy övék lesz a 4 fő részére szóló törökországi nyaralás, amit pénteken valaki megnyerhet. Tehát egy kis... All inclusive, 2 felnőtt, meleg, jó, gyerek, nyár, vigyázz a szavaidra felé, mert megint elkapcsolok. 7 éjszaka, utazás, repülőjegy, illeték, transfer, gyerekek, mi mindent próbálunk biztosítani. És hát a tévé, a telefon, a tablet, a fényképező, mikrohullámos sütő, autoporszívó. Hát de mi rengeteg ajándékunk lesz, mi úgy megyünk le, hogy szeretnénk mindent odaadni. Ha valaki rosszul választ, elviheti akár a vérnyomásmérőt. Ha rosszul cserél, akkor elbukhatja a törökországi utat, de nyerhet egyébként minden mást is. És pénteken leszünk majd Győrben, várunk oda mindenkit szeretettel, 6-tól 10-ig a szerencsések jöhetnek, és hát nyitogathatnak. Jó, elmondjuk majd, hogy mi történik akkor, ha nyeremények nem találnak gazdára, ha esetleg a 4 fő részére szóló családi nyaralást senki nem húzza ki, senki nem nyitja ki. Akkor is mondjuk majd, hogy mi lesz. Úgyhogy érdemes hozzánk kijönni Győrben. Semmit nem akarunk hazahozni nem Győrből, mindent, amit leveszünk, ott szeretnénk hagyni. Hát egy kicsit ezt a postaautomatát ezt hazahoznád, azért valljuk meg őszintén, igen. De az ajándékokat nem. Így van, mert akkor legalább csak az odautat kell a szállításért fizetni. Ennyi. Úgyhogy van lehetőségünk nekünk is berakni valamit. Mármint a rekezekbe. Aha, ez így jó. Betesszünk esetleg valamit. Igen, egy szivárvány színű mackópárt. Misit és Pistit. Ne húzd ki a gyufát, menj már, így is nagyon kihúztuk. Hogy... berakhatnánk mi is valamit, akár egy kicsit megtrifálva a hallgatóinkat, de közben megtrifálva úgy is, hogy elgondolkodtatjuk, hogy akarnak-e tőlünk például valami nagyon személyes dolgot megtartani, vagy becsérélik inkább, mert ott ül a kis ördög a vállukon, és lehet, hogy azt mondják, hogy nagyon jó, amit kaptam tőled, Feri. De azért az nagyon szeretem a kis személyes dolgodat, de mondjuk azt a kártyafüggetlen kis okostelefont, vagy a LED TV-t, vagy a törökországi utat kicserélném, becserélném, és inkább nyitnék egy másik rekeszt. Tehát ha valamit, aminek nagyon komoly, de tényleg nagyon komoly érzelmi értéke lehet a számára, például az én egyik agyonstoppol zoknimat. Na, hát én az biztos ilyenekre gondolok. Szép. Aha. Én ilyenekre gondolok, hogy holnapra kitaláljuk, hogy mit teszünk bele. Megnyerheti a te stoppolt zoknidat, megnyerheti Feri egyik kedvenc konyhai eszközét, kését, párnáját, a lefedőjét, sose adom a szivacsát, fültisztító pálcikáját, szivarvégét, kedvenc öngyújtóját, bármit, 3 személyes dolgot. De közben ott áll a lehetőség, majd fenn áll a lehetőség, hogy a hallgató cseréljen és nyisson inkább mást. Aha. Na? Hogy ezt eldobja és jöjjön mondjuk nem a törökországi. Nem rossz, bár az okniról szó sem lehet. Neked most már hoznod kell egy stoppolt zoknit. Jó, tehát mind a hárman egy személyes tárgyal szerintem szálljunk be a buliba, és akkor az is érdekes, hogy vajon ott eldobja-e a zoknidat az török úton. De akkor komoly legyen. Hát mennyire legyen komoly?
Legyen. Én tudok komolyat hozni, érted? Szerintem ne hozzunk komolyat, hozzunk személyeset, de a vicc kategóriájában. Mégis olyat, hogy a hallgató elgondolkozza rajta, hogy megtartja, vagy eldobja, de lehet, hogy rosszabbat húz, vagy jobbat is elviszi, mondjuk. Jani is most holdzokni eljárt, nincs rosszabb. Vagy például, most eszembe jut, mondjuk Szent László Hermája kapcsán, hogy mondjuk az orr sövényemből frissen lefarítsál csontdarabokból egy elkiatartó esetleg? Imádnám, abszolút. Én ezt nagyon szeretném, igen. A vese homokodból néhány szem homok, amit át tudtál szűrni. Na, szóval pénteken elsőnek használjuk majd ezt a kis csomagautomatát, és innen fogjuk kivenni egyébként az ajándékokat, és innen vehetik ki hallgatóink is a mi személyes tárgyainkat, vagy csak hogy ne legyen annyira egyszerű a dolog, valamilyen más nyereményt, amit aztán akár el is cserélhetnek. De nyitás előtt is lehet kulcsot cserélni, úgyhogy a pénteki adás az izgalmas lesz, jó? Győrben leszünk, a Vasvári Pál utca 1-es szám előtt keressetek bennünket. Hm. Mindenki tudja, hogy az milyen helyszín is. Mi van ott? Jó? Nagyon jó. Már kíváncsi vagyok rá egyébként. Ilyen fejet fognak vágni a hallgatók, hogy kinyitják a szekrényt, és megtalálják a Feri által a nagy csalomban választott 2,5 kilónyi szalontüdő. Bárányvesét. Jó ide, jó lesz. Nyersen vigyem, vagy már készre grillezve. Na, tényleg, hát aki ezeket a nyereményeket hallotta, az tudja, hogy érdemes lesz eljönni hozzánk pénteken. Jó, drága győriek, gyertek, találkozzunk, és teszteljük együtt ezt a kis csomagautomatát. Most pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Sok mindenről beszélgettünk, de Anna nem írt nekem semmit. Hát amiről ma beszélgettünk, azt röviden meg fogjátok hallgatni. De azért valamennyire emlékszem is rá, hogy miről volt szó. Kora reggel 7 óra után egy komolyabb témával kezdtünk. Ugye, hát mindenki hallotta hétvégén a hírt, nyilván szörnyű tragédia történt. 38 turistát mészároltak le a tengerparton Tunéziában. Gumicsónakkal érkezett a támadó, és válogatva az ott napozók, ott pihenő közül lemészárolt rengeteg turistát. Hát, aki látta, olvasta, hallotta a híreket, az nem tud más tenni, csak azt mondja, hogy szörnyű, elképesztő és hihetetlen. És volt egy hallgatónk, aki ott volt, közvetlenül a mellette található szállodában, az események melletti szállodában hallotta a lövéseket, tudtunk vele kapcsolatot létesíteni, ma reggel felhívtuk Diát, elmondta, hogy mi történt, hogy élték át, mit csináltak, hova menekültek, még hallgat is, borzasztó volt egyébként, tehát Diával beszélgettünk kora reggel, valamint mindenki bevallotta apró bűnét, mert hogy kiderült a piros szemtitka a medencében, ugye? Bizony. Hát ez csak a te bűnöd. Én a Velencei tóba csinálom, ott elviszi a víz. Így van, Feri az élő vizet gazdagítja. Kiderült, hogy piros a szemed fürdés után, akkor az nem a klórtól van, hanem a klórral kapcsolatba lépő emberi vizelet miatt is lehet akár. És hát a medencébe pisilésről beszélgettünk, valamint megkértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk azon hétköznapi bűneiket, amiket elkövetnek. Ha nem viszik vissza a bevásárlókocsit, ha belepisilnek a medencébe, ha lopnak a szállodából, vagy beleesznek a kifli csücsökbe, vagy a munkatársnőjüket döngetik az íróasztalon, mint ahogy jött az SMS-ekből. Erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Gyerekek, nézegetem ezeket az ajándékokat, hát tele lesz. Tele lesz az a kis csomagautomata, és azon belül a rekeszek, sok mindennel megyünk, tényleg most végignézegettem a listát, hát ez csak egy része volt annak, amit felsoroltunk. Kicsit turpisággal is készülünk, azért azt mondjuk el, hogy közben azért lesznek olyan ajándékok, aminek inkább mi fogunk nevetni, hogy te azt húztad. Jól kell tudni választani. Tehát, mi? Most a vérnyomás mérnőre nekünk már szükségünk lehetne. Ja, hát így van. Igen, de van még egy-két aljas, de én szeretem. Tehát én bírom, hogy vannak olyanok, és ahogy ne csak nyerjél ezzel. Nyerjél, de nevessél is egyet, és kicsit átkozd magad, hogy miért azt a számot mondtad, vagy miért azt a kulcsot választottad. Szeretni fogjuk ezt a győri kitelepülést. Pénteken. Tehát Győrben leszünk, úgyhogy gyertek. De most pénteken? Most pénteken, így van. Július 3-án, pénteken, reggel 6 órától Győr a helyszín, úgyhogy Vasvári Pál utca 1/A. Jó, gyertek, oda találkozzunk. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Morning Show. A mindenségét, nem is volt csöngés. Hello. Sziasztok. Jó reggelt. Jó reggelt, kicsit meglepődtem. Meglepődtél, nem is írtad alá? Igen, István vagyok, sziasztok. Hello István, hol hallgatsz minket? Székesfehérváron éppen dolgozom. Mit csinálsz? Irodában. Egy irodában dolgozom, a többi a szupertitkos. Nyilván, mint minden ilyen irodai meló.
Igen, Ajkáról származom, úgyhogy tudjátok, ott meg minden titkos. Hát ott igen, az, az. A gyárakban nem szólhat a zene, emberek nem mondhatják el, hogy mit csinálnak, igen. Várj, egy nagyon fontos kérdés, hogy mert az SMS-edet egy korábbi témákhoz írtad, még valamikor a nap elején boncolgattuk ezt a sztorit, hogy te volt vagy jelenlegi hallgatónk vagy. Most jöttél, vagy... Hogy most jöttél, mint hallgató, vagy régi hallgató vagy? Nem, én régi hallgató vagyok, csak most éppen besugrik, mert több SMS-t küldtem a mai nap. Ja. Igen. Azt írta nekünk, már látom holnap a Bulvárlapok főcímét, Balázs lopott törölközével Törli János a mosdókagylóba megtisztított varázspálcáját. Ezzel lettél te a nap hallgatója. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, küldünk neked egy kis ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok. Köszi. Ciao. Hello. Köszönjük szépen. Hello. Gábor, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok nektek én is! A szivárványos hétvége kapcsán van egy kedvenc kommentem, ha ezt megoszthatom veletek, egy hallgató írta, ezt pedig ki is másoltam. Nem, nekem tényleg nagyon tetszik Albert Einstein gondolata, amely így hangzik, hogyha egy problémát egy adott gondolkodásmód idézett elő, azt ugyanazzal a gondolkodásmóddal nem lehet megoldani. Uh-huh. Igen, értem. Be kellett idő, okos. Összetett a dolog, de nagyon okos, igen. Okos. Tényleg nézegettem én is a kommenteket, volt köztem, kemény. És nagyon tetszett, amiről ti beszéltetek, azt a kisa szálltam a kocsiból, végighallgattalak benneteket, és ezt direkt kimásoltam, visszakerestem. Egyébként még egy korábbi témára visszatérve, hozok egy Well Hello dalt én is. Én nagyon bele szerettem. Pedig én aztán már jócskán túl vagyok a 25-től. Nem, már mindenen túl vagyok. Csak amiről én tudok, már az sok. Amint te nem vagy túl, az nincs. Az már nincs. Az nem létező fogalom. Szóval hoztam nektek egy Well Hello dalt, hogy hogy jó legyen. Jól van, 555-55-00, ez Gábor telefonszáma, kérjetek tőle dalt, küldjetek közlekedést, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.